Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én igazából mindig, amikor van egy ilyen beszélgetés vagy előadásfél, akkor szeretném egy kicsit elmondani azt mindig, hogy miért is van az, hogy én ezzel a csodálatos tudományjal, ezzel az ájurvédával elkezdtem foglalkozni. Tehát ugye igazából én gyerekkoromban nagyon beteges kisfiú voltam. Minden problémám volt, amit el lehet képzelni. Rengeteg antibiotikumot kaptam, egyik betegségből másikba estem, és hát tulajdonképpen így az orvosok jó szándékától vezérelve majdnem sikerült engem eltenni láb alól, ugyanis már 12 éves koromban akkora volt a májam, mint egy alkoholistának. És hát így nagyon aggodalmasan tapingatták a májamat, hogy hát mi lesz ezzel a szegény gyerekkel. Hát ők is izgultak, de én még sokkal jobban. Aztán végül is hát 2 évig kellett szalvuszvizet innom orvosi tanácsra, és hát a májamat sikerült egy ilyen átlagos méretűre visszafonnyasztani, de hát ezek az antibiotikumok, ezek eléggé súlyos károkat okoztak bennem. Ilyen 14-15 éves koromban állandóan beteg voltam, egyik megfázásból a másikba, tüdőgyulladás, krónikus fejfájás, kétszer volt veseköven, allergia, azzal bíztattak az orvosok, hogy majd biztos aszmás is leszek. Tehát ilyen 17-18 éves koromban gyakorlatilag azt mondták az orvosok, hogy hát igen, ők nem tudnak már mit tenni, én nagyon rosszul éreztem magam, de állandóan, és hát szerettem volna meggyógyulni, de igazából senki nem adott kiutat, hogy mit is kellene csinálni. Hát a szüleim is azt mondták, hogy hát sajnos ők se tudnak mit csinálni, hiszen nem tudnak semmi megoldást, hogy hogyan is lehetne ebből a nehéz helyzetből kimászni. És hát nagyon nagy szerencsémre én találkoztam az ájurvédával, jogával, meditációval, és nagyon szisztematikusan és nagyon eltökélten elkezdtem haladni egy olyan úton, ami tényleg valóban hatékony volt, és hatékony megoldást adott, és megtaláltam végre az egészséget. Ugye, hogy spirituális belkekben nagyon előszeretettel mondják, hogy mi is az az egészség, tehát az, amikor a betegség, a kétségbe esés állapota megszűnik, és visszatér az egészségnek, a teljességnek az állapota. És ugye, aki nem volt még beteg, az nem tudja igazából azt, hogy mi is az az egészség, tehát milyen érték az. És hát egy csodálatos fejlődés volt, amit én is megtapasztalhattam. Tehát elindultam egy olyan spirituális belső úton, egy olyan testi-lelki változás útján, ami igazából egy egészen új világot mutatott meg számomra. És nagyon csodálatos indiai mesterekkel találkoztam, ájurvéda orvosokkal és európai orvosokkal is, akiktől nagyon sokat tanultam, nagyon sokat ilyen atyai jó tanácsokat is kaptam tőlük, és hát nagyon sok szeretet és nagyon sok tudás volt az, ami az ő részükről elhangzott, és ez a spirituális tudás, ami tényleg a jógának és az ájurvédának az útja, ez egy tényleg egy fantasztikus teljességet adott számomra. Amikor így tényleg körülbelül 2 év alatt sikerült rendbe jönnöm, és a sok-sok betegségemet mind kinőnöm, elhagynom, akkor azt gondoltam, hogy hát ez egy fantasztikus tudás, és annyira jó lenne ezt tanulni, és más embereknek is elmondani, hogy igen, van remény. Tehát még azoknak is, akiket leírtak az orvosok, hogy nem lehet rajtuk segíteni, nincs menekvés, fogadják el a betegségüket, de van, tehát nekik is van remény, nekik is van megoldás, és nekik is van olyan öngyógyító mechanizmus a saját szervezetük, a saját tudatuk a birtokukban, aminek segítségével visszanyerhetik azt, ami elveszett. Na most, szóval nem akarlak benneteket untatni saját nyomorúságom részleteivel, tehát mindezt azért mondtam el, hogy azoknak, akik betegek, azoknak reményt plantálják a szívükbe, és azt mondjam nekik, hogy van menekvés és van gyógyulás. Tehát mindig megtalálhatjuk azt az utat, azt a módot, mert a természet mindig hoz az utunkba olyan embereket, olyan lehetőségeket, amelyek a reményt és a menekülést adják számunkra. Na szóval, visszatérve az eredeti gondolatra, tehát én nagyon szerettem volna ezzel az ájurvédával olyan szinten foglalkozni, hogy más embereknek is beszélni erről, tanítani őket, segíteni őket. Én körülbelül 15 évig tanultam az ájurvédát különböző mesterektől, tanfolyamokon,
És több egy két éve van az, hogy most már csak ezzel foglalkozom, járom az országot, és nagyon sok helyen tartok előadásokat, beszélgetéseket, személyes konzultációkat, és hát nagyon sok embernek sikerült már segítenem. Szeretnék néhány szót mondani erről a nagyon régi, sok ezer éves, kb. 6000 éves tudományról. Hogyha esetleg valaki még nem ismeri, akkor egy kicsit bevezessem ebbe a tudománynak a rejtelmeibe. Ha meg valaki már hallott róla, akkor elnézését kérem, de néhány szóban azért szeretném ezt felvázolni, hogy mi is ez az Ájurvéda. Az Ájurvéda, ez körülbelül 6000 éves hagyományra tehát vezethető vissza, még régebbi, mint a kínai orvoslás. Igazából az Ájurvéda az két szóból van, az ájusz, az élet, és a véda, a tudás szóból. Tehát tulajdonképpen az élettudománya, az egészségtudománya, így lehet fordítani. Van, amikor nagyon régen, körülbelül 6000 évvel ezelőtt írták le. Annak idején volt Indiában, amit biztosan nagyon sokan tudjátok a ti hagyományotokból is, egy védikus civilizáció. És ebben a védikus civilizációban az emberek nagyon magas szintű tudásra tettek szert, nem csak a társadalom, hanem az egyén szintjén is. Tehát ők kapcsolatban voltak még a természet alapvető forrásaival, az önvalójukkal. Tehát valójában megvilágosodott emberek éltek nagyon nagy számban a társadalomban, és ezek a megvilágosodott emberek, ezek csodálatos, boldog világot teremtettek ebben a civilizációban. Most az Ájurvéda is úgy íródott le, mint a többi véda. A védának ugye van azt hiszem 42 ága. Az Ájurvéda, ez a gyógyításnak a védája, a gyógyításnak a tudománya, és az Ájurvédát is a risik, annak idején volt 7 nagy risi, Maharishi, nagy risi, akik önmagukban, saját belső csendességükben meglátták a védát. Ez most talán nagyon furcsának tűnik bizonyos embereknek, mások, akiknek talán spirituális úton van már tapasztalat, talán még annyira nem, de elmondom, miről van szó. Tehát valójában ugye a világ kifelé tekintve nem megismerhető, hiszen minél nagyobb a tudásunk, annál nagyobb felületen találkozunk, mint ahogy Pascal mondta, hogy minél nagyobb a tudásunk, vagy a tudás egy gömb, minél nagyobb a gömb, annál nagyobb felületen érintkezik az ismeretlennel. Tehát ugye a világ hatalmas, ha 1000 évig élnénk, akkor se tudnánk kifelé megismerni, hiszen az ismereteknek, az információknak a végtelenje nem teszi lehetővé, hogy egyetlen ember így intellektuális módon megszerezze a végtelen ismeretét. Viszont befelé az út ugye ugyanaz, befelé ugyanaz a végtelen van meg bennünk, mint kifelé. És ezek a védikus risik, a nagy maharisik, a nagy látók, ők voltak azok, akik leírták befelé haladva, a befelé való csendességbe haladva az életnek, az egész védának a tudását, azért, hogy azok az emberek, akik nincsenek ebben a tudatállapotban, és szeretnék felhasználni ezt a védikus tudást, tudják alkalmazni. Hát az Ájurvédán kívül ugye van nagyon sok véda, például a Gandharva véda, a zenének a védája, vagy a Danur véda, a védikus harcművészet, sokféle ága van. Az Ájurvéda tulajdonképpen azért csodálatos, mert az ember és az ember környezetének a viszonyát, a harmóniáját írja le, és rendkívül tiszta módon használható. És ezek a védikus risik annak idején leírták az Ájurvéda tudását, és leírták azokat a minőségeket, amelyekből mi emberek is felépülünk. De nem csak mi, hanem az egész kozmosz, az egész univerzum, és ugyanakkor ez a földi világunk, az egész teremtett világ, a napszakok, az évszakok, mind-mind egy bizonyos, nagyon-nagyon értelmes és hihetetlen intelligenciától áthatott, csodálatos szervező erő mentén alkotják meg ezt a világot, amit mi a földi életnek nevezünk. Három alapvető minőség van valójában az Ájurvédában, ami nagyon fontos ahhoz, hogy meghatározzuk az embereknek a testtípusát. Azt, hogy mi minek születtünk, milyen lehetőségeink, milyen képességeink vannak, illetve azt is, hogy milyen egyensúlytalanságok vannak a szervezetünkben. Ez a három minőség, ez a váta, pitta és a kafa minőség. Ez a váta minőség, ez a levegő és az éter elemből áll. Nagyon könnyű, nagyon instabil, rendkívül gyorsan kimozdul az egyensúlyi állapotából. Ennek a váta minőségnek a székhelye a vastagbélben található.
Ennek a védikus szimbóluma egy kígyó, ami hűvös, gyors, kisiklik az ember kezéből. Ezt a minőséget szimbolizálja, ami ugye a vátára nagyon jellemző, hogy nagyon gyors, nagyon kisiklik az ember kezéből, és minden olyan folyamatot egyébként irányít bennünk, amely a kiürítésért felelős. Például ugye a széklet, vizelet, menstruáció, ejakuláció, de még a gyerekszülés is például ide tartozik. Illetve a váta minőség vezérli az idegrendszert. Ez a legkönnyebb, ez a legfinomabb, legéteribb minőség, és a dósák királyának nevezik. A dósák, a váta, pitta, kafa, ez a három minőségnek az összefoglaló neve, a gyűjtő neve, dósa. Ez a váta minőség, ez egyébként egy száraz, durva, hűvös, könnyű minőség, és az az ember, aki ennek a váta minőségnek az uralma alatt áll, vagy ennek született, ez a testtípusa, vagy pedig ilyen eltolódása, egyensúlytalansága van, általában nagyon alacsony és vékony, vagy nagyon magas és vékony. Hogyha egyensúlyban van, akkor rendkívül nagy tervei vannak, könnyen belevág új dolgokba, rendkívül jó szónok, bátran mer új dolgokba belefogni, és lelkes nagyon, nem hátráltatják és nem riasztják el a problémák, hanem nagyon szereti az új kihívásokat, és gyorsan reagál a környezet kihívásaira. Hogyha egyensúlytalanságban van egy váta típusú ember, akkor ő általában ideges, szorong, félelmek gyötrék, éjszaka felébred, gondolkozik, agyal, hogy hát ezt nem így kellett volna tenni, hanem inkább amúgy, elfelej dolgokat, hirtelen belé villanak felismerések, ugye ez a lépcsőházbetegség, hogy elmegyek otthonról, és jaj, égve hagytam a villanyt, vagy nem zártam el a gázt, ismerős, ugye? Tehát ilyen problémák, ezek mind a váta egyensúlytalanságnak a jelei. A váta embernek általában nagyon vékony a bőre, kiszáradásra hajlamos, széklete az ugye általában így száraz, beszárad, nagyon ritkán van széklete, és mint a nyuszika így ilyen bogyókat produkál. Na most, hogyha nézzük tovább, akkor van a következő minőség, ez a pitta minőség. Ez a pitta minőség, ennek a szimbóluma a béka. A béka az fölfelé mozog, nagyon erőteljes, és nagyon energikus. A pitta minőség az a víz és a tűznek a kombinációja, de inkább a tűz. Nagyon forró, rendkívül sok energia van benne. A szervezetünkben felel a pitta minőség a metabolizmusért, tehát a táplálék beviteléért, feldarabolásáért, beépítéséért, ennek a szétszállításáért. Ezen kívül a testünkben a hőt adja, az életenergiát adja, és felel az agniért, az emésztő tűzért. A pitta minőség, a vékony bélben van a székhelye, a pitta minőség egy nagyon tüzes, nagyon energikus, nagyon erőteljes minőség. Az az ember, aki ennek a befolyása alatt áll, vagy ilyen testtípusnak született, általában egy arányos testalkatú, se nem túl magas, se nem túl kicsi, az izmai is olyan átlagosan fejlettek. Ez az ember általában rendkívül pontos, precíz, nagyon megbízható, lehet rá építeni. Amit ő kimond, az biztos, hogy úgy van, nem kell írásba se kérnünk, ő biztos, hogy megtartja a szavát. Nagyon éles elméjű, éles látással rendelkezik, nem csak fizikailag a szeme, hanem ugye a szó átvitt értelmében. Ez a pitta ember, hogyha egyensúlyban van, akkor egy nagyon harmonikus, megbízható, nagyon pozitív személyiség. Ha viszont egyensúlytalan, akkor a kákán is csomót keres, mindig mérgelődik, zsörtölődik, semmi nem jó a világon neki, és általában ilyen csattogós hangon beszél, ideges hangon beszél az emberekkel, és hát mondhatni, egy nagyon nehezen elviselhető valaki. De ez is csak az egyensúlytalanságából adódik. Na most a következő minőség az a kafa. Ezt, hát ilyen angolos az átirat, ezt PH-val szokták írni, de én már láttam sokszor, hogy így F-fel leírják, hogy kafa minőség.
Ez a tüdőben található ennek a székhelye, a testünkben a vízből és a föld elemből áll. Ez a kafa minőség adja a testünkben a struktúrát, a fizikai testünket, az izmainkat, a csontjainkat, egyáltalán ezt a fizikai felépítést, amiben mi ugye itt ebben a földi világban részt veszünk az életünkben, a testet. Na most a kafa minőség, mivel hogy ugye a víz és a föld elemből áll, elég nehéz, súlyos, nehezen mozdítható. Ezek az emberek általában nagyon jellemzően rendkívül széles vállal rendelkeznek, erősek, kicsit lassúak, általában kerekdett formák jellemzik őket, és nehezen indulnak be, tehát nagyon nehezen lehet őket bármire is rávenni, megmozdítani őket, de hogyha egyszer elindulnak, akkor mint a harckocsi, mindent áttörnek. Ugye őnekik, ha egyensúlytalanok, akkor nagyon hajlamosak az elhízásra. A pszichiátriai betegségekre, tehát ilyen apátia, depresszió, öngyilkosság, tehát ezek a kafának a negatív elfajzásai. De a kafa típusú ember, hogyha egyensúlyban van, akkor rendkívül pozitív, nagyon mosolygós, kedves, boldog. Ezek a piknikus emberek, akik olyan mosolygósak, hogy mindenki szereti őket, kicsit lassúak, ráérősek, de olyan barátságosak, és olyan nagyon-nagyon aranyosak tudnak lenni. Ez a kafa minőség egyébként nagyon fontos, hogy nem csak a tüdőben, hanem a szívben is található, egy kicsi részben, és a szívünkben a boldog és jó minőségű kafa minőség alkotja az úgynevezett ójaszt. Ez az ójaszt, ez tulajdonképpen annyit jelent, mint boldogság. Ez a kafa minőség, ami ugye minden emberben benne van, ugye alapvetően csak itt zárójelben jelzem meg, ez a váta, pitta, kafa, ez a három minőség, ez minden emberi lényben benne van. Nem egyenlő arányban, hanem különféle kombinációban. És a mi testtípusunkat mindig az határozza meg, hogy mi ennek a háromnak mely kombinációjával rendelkezünk. Ugye van, ahol csak egyik vezet, a másik kettő háttérbe szorul, tehát mondjuk van egy váta típusú ember, ott a pitta kafa háttérbe szorul. Van olyan is, hogy kettő vezet, mondjuk egy váta pitta típusú ember, a kafa háttérbe szorul, és van olyan is, hogy mind a három egyszerre. Na most különböző kombinációk vannak, van, hogy a váta van, hogy a pitta van, hogy a kafa vezet, és társul hozzá más. Tehát ez az összes három variáció többféle alakban képes megjelenni. Mindegyik jó. Nincs olyan, hogy rossz meg jó. Az a lényeg az ájurvédában, hogy egyensúlyban legyünk. Az egyensúly a lényeg. Az ájurvéd az egyensúly és a harmónia tudománya. A kafa minőség, hogyha bennünk egyensúlyban van, és mi boldogok vagyunk, akkor mi a kafából, mint egy megnemesítve ezt a minőséget, úgynevezett ójaszt termelünk. Ez a test boldogsága. Ez egyébként a gyomor-bélrendszeri idegrendszerben termelődik, és a modern orvostudomány is már felfedezte egy tizenpár éve, tehát ideje volt, ugye, mert 6000 éve mi már tudjuk, de ők is azért így ráéreztek, hogy van ilyen, és rájöttek, hogy ezek szerotonin hormonok kombinációjából állnak. Ez akkor termelődik, amikor az ember egy testi-lelki egyensúly és boldogság állapotában van. Akkor ójaszt, boldogságot termelünk magunknak, és ugye rájöttek erre, hogy a mi bélrendszerünk sokkal hosszabb annál, mint ahogy azt a bélrendszer mi holta kívánná. És rájöttek arra, hogy az orvosok is most már, hogy ez hihetetlenül bonyolult idegrendszer. Ez a mi harmadik idegrendszerünk. Ugye eddig azt hittük, hogy van a központi idegrendszer, a perifériás idegrendszer, de nem, ez a harmadik is megvan. És az a döbbenetes, hogy hormonokkal kommunikál a központi idegrendszerrel. Tehát ha én boldog vagyok, egészséges vagyok, jól vagyok, boldogsághormont termelek magamnak, amely még sokkal-sokkal erősebb, mint akár a heroin, vagy bármilyen kábítószer, de ugye nincs káros hatása, hiszen magamnak termelem. És mindig ott van az antagonistája, az őrzés, hogy ne kerüljön túlsúlyba. Tehát mindig annyi legyen, amennyi nekem jó. Na most az ősi ájurvédikus szent irat, a Susruta Samhita például leírja azt, hogy amikor az ember egészséges, az mit is jelent? Ugye
Mi nyugati emberek azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk egészségesek, hogyha éppen nem vagyunk betegek. Á, nem erről van szó. Azt mondja az Ájurvéda, hogy az egészség ennél sokkal, de sokkal több. Mi az egészség fogalma? Mit mond az Ájurvéda? Azt mondja, hogy az egészség állapotában az az ember van, akinek a szövetei, szervei egyensúlyban és egészségben vannak. Akinek a kiválasztása tökéletes. Aki egy testi, lelki, boldog állapotban van folyamatosan és megingathatatlanul. Na ez az ember az egészséges. Ugye a nyugati ember nagyon-nagyon-nagyon messze van ettől. És az Ájurvéda azért csodálatos, mert ennek a nyugati embernek, akik ugye Magyarországon is, meg mi is ugye ebben a kultúrában élünk, akárhogy is nézzük, ez egy csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy visszanyerje azt az elveszett egészséget, amit ugye nagyon hatékonyan és nagyon szisztematikusan az ember élete során tönkre tud tenni. Pedig mi, ugye, ahogy a védákban írják, a halhatatlanság gyermekei vagyunk. Ez nagyon szépen hangzik, és ez így is van. Tehát bennünk minden megvan az univerzum tudásából, a védák tudásából, minden bennünk van. Tehát mi olyanok vagyunk, mint egy szuper repülőgép, amiben túl van biztosítva minden rendszer, háromszor, négyszer. Ezt elrontani nem könnyű, de nekünk ez is sikerül. Na most visszaállítani is meg tudjuk bármilyen betegséget, tudunk rajta javítani legalábbis. Ha valaki nagyon eltökélt és nagyon rajta van, akkor meggyógyítani szinte mindent meg lehet. Na most nagyon fontos az, hogyha mi boldogság hormonokat termelünk, ugye szerotonin hormonokat, az ógyaszt, akkor ennek a minősége felvándorol a szívünkbe, és a szeretet, a boldogság, az együttérzés ragyogó fényességét árasztjuk az emberiség felé, a barátaink, a társadalom és mindenki felé, akivel csak találkozunk. Ugye a védákban le van írva, hogy ez a legmagasabb minőség, a szeretet. A másik ember elfogadása, a felé fordulás, a megnyílás, a jótékonyság, a másik embernek a támogatása. Tehát ez a szeretetnek, a szívnek az értékei, ezek a legmagasabb és legcsodálatosabb értékei az ember létének. Hogyha az ember úgy azt termel, tehát a testi, lelki egészség és boldogság állapotában van, akkor a tudata is egy boldog állapotban van. És akkor termel az agyunk szintén hormon szinten egy másik boldogság hormont, aminek az a neve, hogy szóma. Ez a szóma, ez is egy nagyon, nagyon finom szintű, nagyon tiszta anyag, ezt is lehet a szájpadlásba, garatba egy édes, finom minőséget érzékelni, tapasztalni. Aki nagyon tiszta idegrendszere, nagyon tiszta fiziológiával rendelkezik, az beszámol arról, sok ember tapasztalta ez már, sok évi ájurvéd alkalmazás után, hogy valóban ez a minőség tapasztalható. Általában az embereknek, a magasan fejlett spirituális embereknek az aurájában a fehér és az arany minőség ott ragyog. Ez mind a szeretetnek, a megvilágosodásnak és a boldogságnak a minőségei. És ez csak úgy jöhet létre, hogyha a fiziológiánk is tiszta. Most az én hagyományomban, az én mesterem, Maharishi Mahesh Yogi, ő volt az, aki a 80-as évek közepén összehívta India legnagyobb ájurvédikus tudósait, hogy az ő segítségükkel állítsák vissza az ájurvéda tudását a régi ragyogásába, a régi fényébe. És ez azért volt nagyon jelentős ez a dolog, mert az ájurvéda 6000 éves tudománya az évezredek során megkopott. Pusztán jó szándékból hozzátettek, és elvettek belőle. És ugye, hogyha van egy teljes tudás, amelyet megvilágosodott mesterek hoztak létre, és utána azt örökül hagyják olyanok számára, akik már nem megvilágosodottak, de nagyon jó szándékúak, és szeretnék azt még sokkal jobbá tenni, ennek óhatatlan eredménye az, hogy ez a tudás felhígul, és elveszíti a fényét. Ugye ez ahhoz a játékhoz hasonló, mint amikor a gyerekek ugye körbeadnak egy szót, elkezdik így egymás fülébe suttogni, és mire körbeér ez a szó, én már azt sem tudom, hogy miről van szó. Na most ugyanígy vészel a tudás, a tiszta tudás. Hogyha nem megvilágosodott emberek kezelik, akkor felhígul és a régi fényét elveszíti.
Na most családi tradíciókra esett szét az ájurvéda tudása. Bizonyos tradíciók nagyon tudták a gyógynövények ismeretét, más tradíciók nagyon ismerték a masszás technikákat, más tradíciók a púzusolvasást, a púzusdiagnózist fejlesztették tökére, és így tovább. De maga az egész holisztikus egység, az, ahogy 6000 évvel ezelőtt, vagy még pár ezer évvel ezelőtt is megvolt és ragyogott ez a tudás, az elveszett. Na most a 80-as évek közepén a legnagyobb és leghíresebb családi tradíciók segítségével az ájurvédát sikerült egy nagyon tiszta, nagyon egész formába újra visszaállítani, illetve nagyon jelentős és fontos dolog ez, amit én most szeretnék mondani, hogy a modern orvostudomány is elkezdte vizsgálni, tehát 30-40 évet igazolták és bizonyították, hogy ez a tiszta ájurvéda, ez valóban nagyon hatékony lehet, nagyon súlyos betegségek helyreállításában, illetve a hosszú és boldog élet megőrzésében. Mert ugye alapvető dolog az, hogy az egészséget megőrizni sokkal könnyebb, mint egy beteget meggyógyítani. Most mi nekünk egy csodálatos kincsünk van, a testünk, elménk, tudatunk, az egészségünk. Ha az egyensúly és a harmónia útján járunk, akkor mi egészségesek leszünk, és nagyon hosszú időt fogunk megélni. A védikus asztrológia arról beszél, hogy 120 év az, ami alatt végigforognak a bolygók, és mi megtapasztaljuk azt a teljességet, azt az egységet, amiért ugye ide jöttünk, és amit ugye itt a földi létünk során élveznünk kell, és boldognak kellene lennünk ebben a létben. Most ez a 120 év, ugye ez egy nagyon szép idő, de ugye a modern nyugati ember ennek a töredékét sem éli meg. Miért? Azért, mert homlok egyenest ellene megy annak, amit a Védában leírnak, hogy hogyan legyünk mi egészségesek. Nagyon egyszerű. Használjuk és lovagoljuk meg a természet hullámait. Legyünk olyanok, mint az okos szörfös, aki a szörfdeszkájával bemegy és szörfözik a nagy hullámokon, és hihetetlen sokáig, hihetetlen messzire elér. A buta szörfös az ugye neki megy a nagy hullámnak, az beterítés, kész. Ennyi volt a szörfölés. Most a nyugati ember ez a buta szörfös. Tehát ő teljesen elfeledkezett róla, hogy miért is van itt. Azt gondolja, hogy a világnak a javait kell habzsolnia, az anyagi dolgokat gyarapítania, gyűjtenie, nem pedig a lelki dolgokkal, a finom szintű tudati dolgokkal foglalkozik. Ugye a természetben is megvan egy harmónia. Az ájurvédés azt mondja, hogy ez a váta, pitta, kafa ciklus, ez benne van a természetben, az évszakokban, a napszakokban, végigkísér az egész életünket. Például, hogy ne menjünk messzire, ugye reggel, 2 és 6 óra között van egy váta időszak. Ez a váta időszak a természet ébredése. Hajnalban felélénkül a természetnek minden energia termelő minősége, ugye az élőlények felélednek, felemelkedik a nap, ami ugye a legfontosabb kapcsolónk, tulajdonképpen a távkapcsolónk, és ekkor mi, hogyha ilyen 6 óra előtt fel tudunk kelni, fel tudunk ébredni, akkor a természetnek ezzel a nagyon tiszta, nagyon életet adó, nagyon csodálatos minőségével tudjuk belevetni magunkat a mindennapi aktivitásunkba. Na most, hogyha sokáig alszunk, tehát mondjuk egy ilyen 8-9 óráig, akkor viszont van 6 és 10 óra között egy úgynevezett kafa időszak. Ez a kafa időszak, ugye ez a víznek, a földnek a minőség a kafa, ez egy nehézkes, tompa időszak, nehéz ilyenkor felkelni, sok embernek bedagad a szeme, a keze, lába, vizesedik. Tehát igazából nem alkalmas arra, hogy mi frissen és energikusan megkezdjük a napi cselekvésünket. Most ezért nagyon fontos például, hogy 6 óra előtt felkeljünk. Akkor ugye 10 és délután 2 óra között van egy pitta időszak, ugye, hogy ez vonul végig. Ilyenkor a legerősebb bennünk a tűz, a pitta minőség. Az agni, mivel fent van a nap, a legerősebb bennünk, ilyenkor a legerősebb az emésztésünk. Ilyenkor nagyon hatékonyan tudunk dolgozni, cselekedni. Dél és 1 óra között a legjobb elfogyasztani az ebédünket is, azért, mert ebben az időszakban mi hihetetlen sok életenergiával és emésztőtűzzel rendelkezünk. Tehát az, amit mi megeszünk, magunkba építünk, azt hatékonyan be tudjuk építeni, és jó fiziológiát, jó tudatot tudunk belőle építeni. Na most 2 óra és 6 óra között van egy váta időszak délután, ami megint a természetnek egy ilyen aktív, friss, tiszta, impulzív minőségeit hozza. Tehát ilyenkor tudunk tevékenykedni. Aztán 6 óra és 10 óra között
kezdődik megint egy kafa időszak. Ez a kafa időszak, ez arról szól, hogy a természet elkezd elcsendesedni. A nap lemegy. Bennünk az emésztő tűz, az energia elkezd szépen egy kicsikét egyre fokozatosan lefelé menni. Tehát az egész természet arra sarkal minket, hogy pihenjünk. Nagyon egyszerű. Érezzük is azt, hogy este ugye fáradtak vagyunk. Megoldás, nem kávét kell inni, meg teját, hanem el kell menni aludni. A természetnek ez a ritmusa, ez a harmóniája. Azt mondja a természet anyánk, hogy pihenjünk, hiszen akkor tudjuk megújítani magunkat. 10 órától hajnali 2-ig megint bekapcsol egy pitta minőség. Most ez a pitta minőség már nem emészteni szeretne, hanem tisztítani. Ez a tűz, ez nem ételeket akar égetni, hanem meg akar minket tisztítani, meg akar minket újítani, és az egész testünket, lelkünket, tudatunkat újra akarja építeni. Például nagyon fontos, hogy 10 és 11 óra között, ezt írják az ájurvédában, mi elkezdjük az érzelmi stresszeket emészteni. Tehát az ember, aki 10 és 11 óra között fent van, nem alszik, az őt ért érzelmi stresszeket nem tudja megemészteni. Ez kimarad. És ugye ez évek során, vagy évtizedek során, ez bizony nagyon sok stresszt halmoz fel bennünk. Nagyon fontos, hogy pihenjünk eleget. Tehát azt mondja az ájurvéda, hogy 10 óra és reggel 6 óra között, vagy fél 6 között mi aludjunk, pihenjünk. Nagyon fontos az, hogy például 6 óra előtt fogyasszuk el a vacsoránkat. Azért, mert 6 óra után már a bennünk lévő epeműködés rendkívül módon lecsökkent. És ugye, hogyha nagyon sokat eszünk, akkor nem tudunk pihenni, hiszen a bennünk lévő agni, az emésztő tűz nem tudja megújítani a szervezetünket, hanem az emésztéssel foglalkozik. Itt van egy nagyon szemléletes vicc is, hogy elmegy Mari néni az orvoshoz, és mondja neki, hogy hát drága doktor, hát olyan borzasztó rosszul aludtam az éjjel. Hát Mari néni, hát mondja már, hogy mit evett. Hát drága doktor úr, hát tudja, hát töltött káposztát. Hát Mari néni, és hát mennyit evett? Hát egy jó nagy tányéra. Hát jó van, Mari néni, hát látja, hogyha kétszer szedett volna, az egész szent családot látta volna. Mert azt mondja, hogy elrontottam a viccet, szóval hogy Jézus látta, és azt mondta, hogy ha még egyszer szedett volna, akkor az egész szent családot látta volna. Na mindegy. Jól van, akkor beszéljünk még arról, hogy az ájurvédában nagyon fontos szerepe van az úgynevezett gúnáknak. Ezek a gúnák, ezek a természet energiái. 3 van ezekből is, a szatva, a rajasz és a tamasz. A szatva az maga a fényesség, a fény, az élet, a szeretet. Szó szerint azt jelenti, hogy fény. Ennek a minősége a könnyű, a finom, általában az ételekben az édes, a friss, olyan ételek, amelyek könnyen beépülnek, nem hagynak maradékot, nem hagynak álmát, mérgezett dolgokat bennünk, toxikus anyagokat, hanem tiszta és jó minőségeket építenek belénk. A másik minőség az úgynevezett rajasz, ez a mozgás. Ez a rajasz, így ahogy mondom rajasz, ez a mozgás. Ez igazából egy semleges minőség, én adok neki irányt, hogy hová viszel engem ez a mozgás. Föl a fénybe, vagy lefelé a sötétségbe. Ez a rajasz minőség ugyanis a bennem lévő hajtóerő. Önmagában éppen ezért semleges, de nagyon fontos, hogy azoknál az embereknél például, akik nem találják sehogy se a boldogságot, csak a relatívban keresik, ott őnáluk elveszett a cél. És az eszköz, ami volt a rajasz, vált a céllá. Például gondoljunk olyan emberekre, akik halmoznak, csak dolgoznak, pénzt keresnek, egyre több pénzt, mert azt se tudják, mit csináljanak vele, de nem tudják ezt boldogságra konvertálni, nem tudják az életüket élvezni, hanem csak újabb és újabb halmozás felé indulnak el. Az ő életük szenvedés. Ugye Buddha arról beszélt, hogy az élet szenvedés, de valójában ő nem az életről beszélt, hanem arról beszélt, hogy ez a fajta életszenvedés, ugyanis ez az ember, aki a rajasz minőségében van, tudja azt, érzi valahol, hogy van boldogság, hiszen keresi azt, csak rossz helyen keresi. Ezért szenved. Ő kint keresi a relatív világban, anélkül, hogy ő saját szívében, saját lelkében, testében ezt megalapozta volna.
ez az ember ezért szenved, mert soha nem fogja a boldogság kék madarát megtalálni, mert nem jó helyen keresi. Na most a rajasz minősége, ha negatív, akkor tulajdonképpen lefelé vezet engem a tamasz minőségébe, ami szó szerint azt jelenti, hogy sötétség, halál, mozdulatlanság. Ez a leginkább szenvedéssel átitatott minőség a gúnák között, ugyanis ez egy mozdulatlanság állapot. A tamasz minősége azért nagyon rossz, mert itt már elveszett az élet reménye, a boldogság reménye. Ez az ember, aki a tamasz minőségében van, már nem is hiszi azt, hogy van boldogság. Talán lehet, hogy fiatal korában, vagy valamikor hitte, sőt tudta, hogy van ilyen, de mivel súlyosan csalódott, vagy nagyon nem találta, ő abban a minőségbe került, abban a rezgés állapotban, amikor ő már ezt tagadja is. Azt mondja, hogy én szenvedek, más is szenved, szenvedjél te is. Neked is azt kell tenned, szenvedj, hiszen ez a világ rendje, mindenki szenved, szenvedj te is. Na most ez azért ugye nagyon negatív, mert ennek az embernek a szatva minőség, a fény minőség, amit a mesterek hoznak, az élet fénye, semmit nem jelent. Nem érti, hogy miről van szó. Az ő tudatállapotában a szatva semmit nem jelent. Ő képes elviselni a rajasz minőségét, de a szatvát nem. Ezt az embert úgy lehet kimozdítani a tamasz minőségéből, hogy a rajasz minőségét kell neki adagolni. Egy kicsit melegíteni kell, ki kell mozgatni ebből a tompult, nehézkes, sötét, tévelygő állapotból, fel kell emelni a rajasz minőségébe, és onnan fel a fény felé. A rajasz minőség egyébként, erről nem elfelejtettem szólni, általában azok az ételek, italok, minőségek, amelyek felfokozzák a vágyakat. Tehát húsok, vörösbor, fűszerek, amelyek nagyon hevítenek, nagyon vágyakat keltenek bennünk, de valójában beteljesedést és boldogságot soha nem adnak, hanem mit csinálnak? Egyre többet és többet akarnak, hogy fogyasszak belőle. Ugye? Sosincs vége, sosincs vége. Egyre többet, és én egyre jobban kívánom, mert azt hiszem, hogy majd a végén ott lesz a boldogság, de nem, soha nem lesz, csak mindig az újabb tűz és tűz. Na most a tamasz minősége viszont az a tompa ételek. Azok az ételek, vörös húsok, például olyan ételek, amelyek romlottak, penészesek, ide a szalámi, meg a penészes sajtok is tartoznak, vagy például a savanyított termékek, bizony a gomba például, amely rothadékon nő, és ezt a minőséget hozza magával. Tehát ez is egy tamaszikus minőség. Na most azt kell tudni, hogy ez a három guna, ez minden emberben benne van. Tehát mind bennünk is, még a mesterekben is. Igen. Most az a helyzet, hogy ez a fizikai létezésünknek a természetes velejárója. Ezt nem tudjuk kikerülni. Viszont nagyon nem mindegy, hogy ebből a háromból bennünk mi az, ami uralkodik. Ugye a szatvában ott boldogság van. A rajaszban van egy kicsi boldogság, de általában inkább szenvedés van. A tamaszban nincsen boldogság, csak szenvedés van. Mi az én célom, ha ezt ugye így értelmileg végig gondolom? Azt, hogy inkább szatvikus dolgokat tegyek, cselekedjek, ilyen dolgokkal foglalkozzak, és ilyen minőségeket építsek a szervezetembe. Na most, ami nagyon-nagyon fontos egyébként, hogy valójában a boldogságot, ahogy ugye annak idején a kurukshetrai csatamezőn mondta Krisna Arjunának, hogy Arjuna, légy a három guna nélkül. Mit mondott el, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy halad meg a relatív anyagi világnak a szintjét, transzcendálj, tapasztald meg az abszolút létnek a tiszta fényességét, legyél a jógában megalapozva, jógaszta kuru kármáni, legyél a jógában megalapozva, és cselekedj innen, és akkor boldog leszel. Tulajdonképpen ez az élet lényege. Sokan vagyunk itt, talán sokféle úton járunk, de a célunk ugyanaz, hogy legyünk a jógában megalapozva. Legyünk a tiszta tudat állapotában, és ezzel a fényességgel éljünk, és ezt sugározzuk az embereknek, a barátainknak, az ismerőseinknek, de még az idegeneknek is. Ugye tegyünk meg mindent magunkért, azt a kicsit, amit megtehetünk, és akkor tehetünk meg a legtöbbet az emberiségért. Ennyi. Mások helyett ugye mi nem tudunk megvilágosodni, de mi magunk meg tudunk, ha teszünk érte, és ezzel nagyon sokat tudunk tenni. Nem csak a családunkért, hanem az egész emberiségért. Na most
miért vagyunk betegek? Ugye ez nagyon sok embert foglalkoztat, főleg az, aki már régen benne van a betegségben. Azt mondja az Ájurvéd, hogy azért vagyunk betegek, mert az intellektusunk a tévedés állapotában van. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én az érzékszerveimen keresztül ismerem meg a világot. Az én érzékszerveim tökéletlenek. A fénynek egy bizonyos részét látom, a spektrumból nagyon sokat nem látok. A hangoknak csak egy pici részét hallom. Az ízlelésem, a szaglásom, a tapintásom rendkívül gyenge, hogyha az állatokat is veszük, ugye, alapul. Tehát én gyakorlatilag 5 érzékszervvel vagyok felszerelve, ez az 5 érzékszerv rendkívül tökéletlen. Én mégis azt hiszem, hogy mindent tudok. Ez az emberi lénynek a legnagyobb tévedése. Ezt úgy hívja az Ájurvéda, ez az Aprágya Parád, az intellektus tévedése. Ugyanis én, mivel tökéletlen vagyok, tökéletlen döntéseket hozok, de közben azt hiszem, hogy tökéletes vagyok, és tökéletes döntést hozok. És ugye az a kettő, a valóság és az én hitem elválik egymástól. Akkor fogok én tökéletes dolgokat, tökéletes döntéseket hozni, amikor tökéletesek lesznek az érzékszerveim. Mikor lesznek tökéletesek az érzékszerveim? Ha elérem a megvilágosodás állapotát, addig nem. Na most, ha én ebben a csapdában vagyok, akkor én ugye egy pillanatban hozok egy döntést. Ez a döntés nagyon jónak tűnik, abban a pillanatban, tehát 2 nap múlva, vagy 1 hét múlva, vagy 1 év múlva rájövök, hogy ekkora marhaságot még életemben nem csináltam. Ugye ismerős? Csináltunk már ilyet. Na most azt mondja az Ájurvéda, hogy valójában a betegségeknek és a problémáinknak is a javarésze, sőt minden valójában ezért alakul ki, mert mi tökéletlen döntéseket hozunk. Nem jól látjuk a világot. Eltévejettünk attól az ideális úttól, amit annak idején a vallások, a különféle hitvilág, a védák adtak az embereknek, hogy kövessétek ezt. Azért írták le ezeket, a szent tanokat, a szent hagyományokban, hogy az embereknek legyen útmutató, kapaszkodó, bármilyen sötétkor is köszönt ránk, akkor is tudjunk ezen haladni, és tudjuk azokat az irányelveket, amelyekkel egészségesek, békések, szeretettel teliek lehetünk. Na most mit mond a modern ember? Á, nem, Isten nem létezik, csak én létezem, pénzt halmozok, stb. És gyakorlatilag meggyalázom ezt a világot a szenteknek, a dévatáknak, a védáknak, minden tudását. Képzeljék el, nemrég olvastam azt, hogy Brüsszelben van egy csodálatos, gyönyörű kis templom, amelyet egyszerűen, azt hiszem az 1300-as években épült, és ezt elhagyták a hívek. Senki nem járt oda, papok sincsenek már ott. És tudják, vagy tudjátok, mi lett ebből a templomból? Vizelde. Ugye, hogy ez a, valahogy úgy érezzük mindannyian, hogy ez valahogy a szent dolgoknak a meggyalázása. Tehát valahogy a modern ember, a nyugati ember ide jutott el, hogy szembe köpi az isteneket. És ez nem jó. Na most én azt szoktam mondani, hogy nézzünk a szívünkbe, mi van ott, a szeretet, annak kellene lennie. Hogyha ezen az úton haladunk, akkor jó fele haladunk. Hogyha az anyagi világban és az önzésben haladunk, akkor nem jó úton haladunk. Olyan csodálatos lehetőségek vannak előttünk, olyan csodálatos életet élhetünk, hogyha befelé fordulunk, ha meditálunk, ha tiszta tudás útján haladunk, hogy az élet teljességét, valóban a teljességét élvezhetjük, és élhetjük minden pillanatunkban. Na most nagyon sok ember egyszerűen erre még nem alkalmas. De ne felejtsük el, hogy ezek az emberek is a tőlük telhető legjobbat teszik. Csak tőlük ennyit elik. Nagyon fontos az, hogy soha senkit nem szabad lenézni. Miért? Mert valamikor mi is lehet, hogy ott voltunk. Vagy talán most is ott vagyunk, csak magasabbnak gondoljuk magunkat. Tehát lényeg az, hogy mindenki fejlődik, az evolúció soha nem áll meg, csak valakinél borzasztó lassan megy. Tehát lényeg az, hogy ha mi segítünk, szeretet van a szívünkben, próbáljuk az embertársainkat támogatni és felemelni, akár adakozunk, vagy segítünk nekik, vagy bármilyen úton, módon emeljük őket, akkor ennek a fénye nem csak minket, de ezt az embertársunkat is emeli. A szeretet az, ami a leginkább emeli, ami leginkább gyorsítja az evolúciót. Úgyhogy az összes csodálatos és nagyszerű mester, jógamester, védikus tudós, aki megjelent a nyugati világba, azért jött el ide, mert elküldte az ő mesterére, hogy tegyen valamit.
Tehát az ő, a mi nyugati ürességünk jalkiáltása elhallatszott Indiába, azokon a nagyon finom szinteken. És azért jöttek el a mestereink ide, hogy minket, nyugati embereket felemeljen. És nagyon csodálatos dolog azt látni, hogy ilyen sokan itt vagyunk, itt vagytok, hogy nagyon sok ember van, aki igenis hallja, van füle, hogy meghallja ezeket a hangokat, van szeme a látásra, hogy meglássa a lehetőséget, hogy van kiút a sötétségből. Ugye ebben az időszakban, amiben most vagyunk, ez a Káli Yuga, a sötétség kora. De itt van a különféle mesterek, köztük Maharishi, Mahesh Yogi is, létrehozott egy Szatyúgát, egy megvilágosodás korát, egy pici kis magot, ahova be lehet csatlakozni. Mi döntünk, szabadok vagyunk, hogy mit akarunk. Boldogok akarunk lenni, a szatvában akarunk élni, vagy pedig a tamaszban akarunk élni, a szenvedésben akarunk élni. Tehát van előttünk döntés. Az ember ugye szabad. Bennünk van a szabad akarat. Mi határozzuk el, hogy hova csatlakozunk. Tehát ha mi szeretnénk a boldogságot és a tudást élni, a szeretetet, itt a lehetőség. Ha mindez minket nem érdekel, azt is megtehetjük. Szabadok vagyunk. Szat Yuga, meg a Káli, ezek Yuga, ezek ilyen világkorszakok. Most a Káli Yuga van, ez a sötétségnek a kora, ez a vaskor tulajdonképpen. Amikor durvák az emberek, rengeteg fémet használunk, háborúk vannak, betegségek, járványok. Ez a Káli Yuga is még nagyon sok ezer évig tart, elvileg, de gyakorlatilag ezek a mesterek, akik eljöttek a világba, most ebben az utóbbi 50-100 évben, ezek azért jöttek el, hogy ebből a korszakból kimenekítsenek minket. Tehát felkínálták annak a lehetőségét, hogy itt van a szat, a fénynek a júgája, a fénynek a kora, tehát akinek ugye van szabad akarata arra, hogy ő boldog akar lenni, és meg akar világosodni, itt van a lehetőség, itt vannak a technikák, lehet menni ezen az úton is. Tehát itt van az, hogy egy dimenzió kapu, egy ugrási lehetőség, hogy én kiugrok ebből a szenvedésből, ami még sok ezer éven keresztül folytatódik azoknak az embereknek, akik innen nem akarnak elmenni. Szeretnék mesélni még arról, hogy ugye az aprágya parád, az intellektus tévedése, az abban is megnyilvánul, hogy az emberek az önvalójukkal való kapcsolatot elveszítik. Mert ugye bennünk van a tudás, a véda. Mi tudjuk azt belül, hogy hogyan kell jól működnünk. Tehát bennünk van egy, nevezük így, egy kreatív intelligencia, amely mindenütt ott van, de sehol nem nyilvánul meg. De végül is ez a mi létünk alapja. Minden tud. Működteti a vérkeringésünket, a szívünket, nekünk nem kell tudatosan vele foglalkozni, a lelkünket, minden, az egész életünket működteti. Mindenütt ott van, de sehol nem tudom tetten élni, hogy hopp itt van, vagy hopp itt van, de bennem van, tudom. Na most, ez a kreatív intelligencia, ez a csodálatos intelligencia, ez az, ami minket felépít és működtet. Na most, hogyha én elveszítem az önvalómmal való kapcsolatot, az atmával való kapcsolatot, akkor én elkezdek tévelyegni. Letérek a természet útjáról, elkezdek a nagy hullámokkal szembe szörfözni, és beterít engem a hullám, ugye, ahogy az előbb mondtam. Na most, ha viszont a természet energiáit és ritmusait én kihasználom, felhasználom, és azt mondom, hogy az én vitorlámba fogom a természet erőit, nagyon messzire juthatok, és megtarthatom az egészségemet, a boldogságomat és az energiáimat. Na most, az az ember, aki elveszítette az önvalójával való kapcsolatot, az tévelyek, szenved. Letért az útról, neki segíteni kell, nyilván a szenvedés, a tévelygés nem jó. Tehát az én mesterem, Maharishi azt mondta, hogy a szenvedés az tévút. Tehát nem igazak azok a tanítások, amelyek azt mondják, hogy azért vagyunk itt a Földön, hogy szenvedjünk, bűnhődjünk és vezekeljünk. Azt mondta, hogy ez hazugság. A védákban arról beszélnek, hogy mi azért vagyunk itt, hogy boldogok legyünk. Hogy azt a teljességet, azt az isteni minőséget, amit mi magunkban hordozunk, azt itt ragyogó szeretetben sugározzuk. Ez a valódi életünk, ez az életünk valódi célja. Amikor innen letérünk, elveszítjük a kapcsolatot az önvalónkkal, akkor viszont nem ez van, hanem szenvedés. A szenvedés nem jó. De a szenvedés ez bizonyos szempontból tanít. Miért? Mert én szenvedek, meg akarok változni. Egyszer azt mondom, hogy na most már elég volt ebből a szenvedésből. Én is a saját életemben mondom,
hogy amíg nem voltam beteg, hát dehogy foglalkoztam én jogával, meg bármivel, és én éltem a teljesen normális, úgymond tizenéveseknek az életét, fociztam, meg kólát ittam, meg mit tudom én. Na most az a helyzet, hogy amikor az ember beteg lesz, és rájön arra, hogy ez az élet, amit folytat, ez nem jó, és hogy hova visz, akkor azt mondja, hogy én szenvedek. Nem akarok szenvedni. Mit akarok? Egészséges, boldog akarok lenni. Változtatnom kell. Na de hát változni rossz. Mert az engem kimozdít az én állapotomból, amit már annyira megszoktam. Viszont, ha nagyon sokáig szenvedek, vagy még jobban szenvedek, akkor előbb-utóbb azt mondom, hogy elég. Itt a vége. Ez most már nem mehet tovább. Most már bármi is, de nekem változnom kell. Én most nem akarok tovább szenvedni. Ez az a pillanat, az igazság pillanata, amikor én képes vagyok változni, de ide el kell jutnom. Mert ha nekem csak úgy mondja valaki, hogy te figyelj, neked meg kéne változnod, mert te boldogtalan vagy. Hát én nem hiszem el, mert én nem vagyok olyan boldogtalan. Mondjuk talán nem vagyok olyan boldog, de én nem hiszem el. De hogyha eljutok oda, hogy én akarok változni, ez az a pillanat, amikor tudok is változni. Nagyon érdekes egyébként, azt mondja az Ájurvéda, hogy én akkor tudok változni, illetve úgy tudok változni, ha apránként teszem ezt. Miért? Mert én egyfajta minőséggel rendelkezem. Ez a minőség, amiben én felnőttem. Ugye az édesanyám szíve alatt, amikor én felnőttem, én hoztam a szüleimnek a minőségeit, az én karmámat, az én fizikai lehetőségeimet, a szüleim fizikai lehetőségeit, hogy hogy éltek a szüleim, hogy élnek a szüleim, miket evett az édesanyám, amikor megszülettem, mivel tápláltak engem, hol laktam, milyen környezetben, milyen emberek vettek körül, hogyan nőttem fel közben, milyen zenéket hallgattam, milyen oktatásban részesültem. Nagyon sokféle dolog lett, eredménye lett az, hogy én most itt ki vagyok. Ez az ember, ez én ennek a sok-sok mindennek az összessége vagyok. Az a helyzet, hogy én most akár egészséges vagyok, vagy akár beteg vagyok, én ebben az állapotban egyfajta minőséget hordozok. Ezt az állapotot, ezt most nem minősítsük nagyon rossznak, vagy nagyon jónak, ez van. Most vannak nálam sokkal hülyébbek, meg sokkal okosabbak is, mondjuk így. Ez a rezgésszint egy bizonyos fajta minőséget, egy tudatállapotot is feltételez, ez a tudat létrehozza a fiziológiát. Na most ez a minőség, ez állandóan, nem csak 7 évente, hanem állandóan megújítja önmagát, pillanatról pillanatra. Nem tudom hány száz millió sejtünk van, ez állandóan cserélődik. Elhalnak, újakat teremtek, stb. Én egy dinamikus egyensúlyban vagyok, ahol fenntartom az én életemet, az energiáimat, újjáépítem magamat. Na most, én mindig azokat a minőségeket fogom magamba vonzani, ami én vagyok. Miért? Mert számomra ez a megszokott. Az én tudatom hozza létre a fiziológiát. Az én tudatom mindig azt fogja újra teremteni, ami én vagyok. Ha én mondjuk egy alkoholista vagyok, és állandóan iszom, de már halálra ittam magam, akkor is kívánom az alkoholt, mert én ez vagyok, ez a minőség. Vagy valaki van, aki mondjuk iszonyúan szereti, anyukámnak egy volt kolléganője, iszonyúan szereti a tejfölös uborka salátát. De hát úgy hány tőle a szerencsétlen, mint a lakodalmas kutya. És akkor kérdez tőle az édesanyám, hogy de hát akkor icuka, de hát te miért eszed ezt az ételt? Hát látod, hogy milyen rosszul vagy tőle. Azt mondja, hát azért Katikám, mert imádom. Igen. Így van. Na most, ugye ez az ember is ezt a minőséget viszi be magába, akárhogy is, de ő ez. Na most, vagy egy másik példa. Én például nem dohányzom. Ha most fognék egy cigarettát, rágyújtanék és elszívnám, mi történne? Semmi. Mert én nem vagyok dohányos. Nekem nem kell ez a cigaretta. Én nem ezt a minőséget képviselem. Dohányozni az dohányozik, aki ezt a dohányos minőséget képviseli. Ő neki kell a cigaretta. Nekem nem kell, én nem dohányzom. Tehát nem magával a cigarettázással van a probléma, hanem azzal a minőséggel, amely a cigarettát kívánja. Értitek? Ez a lényeg. Tehát nekem olyan tiszta és finom minőségeket kell majd elérnem, ha szeretnék fejlődni és boldogabb lenni, amelyek nem kívánják ezeket a szemét dolgokat, hanem fény, boldogságot, szatvát hoznak belém. Na most ezért mondja az Ájurvéda azt, hogy ugye én egy bizonyos minőséget képviselek, hogy nekem apránként szabad csak változtatnom ezen, mert ha nagyon sokat változtatok és egyszerre, akkor felborul a homeosztázisom, a belső egyensúlyom.
akkor én azt fogom érezni, hogy kirántották alólam a szőnyeget, hogy ez már nem az én életem, hanem valaki másé, és ez nekem borzasztóan kellemetlen, és hát inkább hagyjuk a fenébe az egészet. Tehát ezért szoktam javasolni, hogy ha valakiben megérett az elhatározás, a vágy, hogy szeretne egészséges lenni, szeretne más lenni, mint most, gyógyulni akar, akkor oké, csináljuk, de legyen meg az elhatározás. Ne én akarjam, hanem az akarja, aki szeretne meggyógyulni. És ne csak alibiből járjon el az orvoshoz, vagy az ájurvéda tanácsadóhoz, hanem azért jöjjön el, hogy tényleg ő akarjon változni. Én tudok segíteni, de soha a világon még senki meg nem gyógyított senkit. Ez így van. Csak valaki meggyógyul, vagy nem gyógyul meg. Mindig azon múlik, aki meggyógyul, vagy nem gyógyul. Az ő döntése ez. Az ember szabad, ha akar, meggyógyul. Ha nem, akkor nem. Mi csak segíthetünk. De az ájurvéd egy hatalmas tudás, hatalmas, tényleg, csodákra képes, de csak akkor, ha valaki akarja és alkalmazza. Ha csak úgy csinálgatja, akkor nincsen valami nagyon sok eredmény, de ha valaki tényleg rajta van és csinálja, és elkötelezett, akkor minden itt van, minden. Szeretnék pár szót szólni arról, amit már így érintőlegesen említettem, hogy mennyire igaz az, hogy mi tudatok vagyunk, és nem testek, amely csak elszenvedi az életet. Képzeljétek el, hogy van egy orvos, a Deepak Chopra, aki az USA-ban él, és egy indiai orvos, és ő ájurvédával foglalkozik sok-sok évtizede. És ő vizsgált olyan embereket, akik többes személyiséggel rendelkeznek. És ezek az emberek, képzeljétek el, nagyon megdöbbentő dolgokat produkáltak. Például volt egyszer egy kisgyerek, akinek két személyisége volt, vagyis van. Az egyik személyisége allergiás a narancslére. Amikor az a személyisége van elől, akkor a kis testét csupa-csupa csalánkiütés borítja. Hogyha nem az a tudata van elől, nem az a személyisége, akkor semmi baja nincsen a narancslétől. Döbbenetes, ugye? De mondok még cifrában. Chopra leír a könyvében egy olyan hölgyet, akinek a skizofrénről van szó, három személyisége van. Három menstruációs ciklusa. Döbbenetes, ugye? Aztán mondok még cifrában, ír egy emberről, aki cukorbeteg, de csak az egyik személyisége. A másiknak kutya baja. Amikor a cukorbeteg van elől, inzulint kell adagolni, nem is keveset. Amikor a másik, semmi baja. Hát ugye erre mondja az orvostudomány, hogy ilyen nem létezik. Hát ez lehetetlen. Hát most vagy működik az alsnyálmirigy, vagy nem működik. Nem, mindent a tudat határoz meg. Döbbenetes, igaz? Elmondtam ezt egy páciensemnek Szegeden, hogy mindent a tudat határoz meg, és felsoroltam ezeket a példákat, és azt mondja, hogy ez így van. Képzeljem el, hogy volt egy nagyon jó barátja, akinél gégerákot diagnosztizáltak. Azt mondták neki az orvosok, hogy olyan fokú ez a betegség, hogy már nincs értelme egyszerűen megoperálni. Körülbelül maximum 7 hónapja van hátra, több nem. Fogadja el, élje le ezt az időt, és hát ez van, nem tudnak mit csinálni. Képzeljétek el, hogy ez az ember leélte ezt a 7 hónapot, és meghalt. És most jön a slusszpoén, felboncolták, és meggyógyult. Nem volt rák. De ez az ember kapott egy programot, hogy 7 hónapon van hátra. Leélt a 7 hónapot, és megállt a szíve, és meghalt. Ugye milyen döbbenetes? Tehát az van, amit én itt gondolok. Ez van. Van egy nagyon jó barátom, egy pszichiáter orvos, aki annak idején a Szovjetunióban tanult katonaorvosnak. Sebésznek indult, aztán pszichiáter lett belőle. Kérdeztem, hogy miért lett belőle pszichiáter, hát azért elég messze esik a kettő egymástól. Azt mondja, hogy lehetősége volt több helyen is kipróbálni magát, gyakorlaton, stb. És egyszer a pszichiátrián, Szovjetunióban, Leningrádban még akkor egy félelmetes dolgot látott. Volt ott egy beteg, aki azt képzelte, hogy ha kidugja a lábát a paplan alól, akkor a lába átmegy a falon, ugye, agyrém, kimegy a mínusz 30 fokba, és meg fog fagyni a lába. És hát ott előtte másfél méter, ott mondta a főorvos, hogy hát akkor drága Iván Ivanovics, legyen kedves kidugni a lábát a paplan alól. Hát mondta Iván Ivanovics, hogy drága főorvos, de dehogy dugom ki, hát tudja, hogy átmegy a lábom a falon,
ki a mínusz 30 fokba, hát meg fog fagyni. Hát tehát hogy fagyna meg? Hát itt vagyunk a 25 fokos kórteremben, hát hogy fagyna meg? Hát de hát tudja, hogy átmegy, doktor úr, de hát nem. Na, ment a húzavona, hogy kidugja vagy nem dugja. Lényeg az, hogy valahogy Iván Ivanovicsot rábeszélték, hogy mégis dugja ki a lábát a paplan alól. Na most mondja az én barátom, hogy ott a szeme láttára néhány perc alatt Iván Ivanovicsnak megfagyott a lába. Csak így. Mert ő azt hitte, hogy neki most megfagy a lába, mert kidugta a falon. Na most, az hagyján, de ugye, amikor visszadugta a paplan alá, akkor bekukkantottak, hogy felengedett. Na most ez nem így megy. Tehát, ha nekem megfagy a lábam, akkor az egy perc múlva nem fog felengedni, ilyen nincsen. Meg ugye azért ilyen fagyási károsodások, meg amputáció, ugye ezekről hallottatok már, hogy valakinek megfagy a lába, akkor az egy nagyon komoly dolog, ezt nem lehet így ide-oda játszoda, ezzel játszadozni. Na most azt mondta az én barátom, hogy ez a tudat, ami az emberben van, ez sokkal érdekesebb, mint hogy embereket így vagdosni. Úgyhogy ezért inkább pszichiáter le. Na most ez egy félelmetes dolog egyébként, tehát tényleg így van, van egy ilyen védikus történet is, hogy bemegy az ember a barlangba, és megfogott valamit a földön, és meghal. És akkor hát miért halt meg? Azért, mert azt hitte, hogy megfogott egy kígyót. De ez nem kígyó volt, hanem egy kötél. Ennyi. Tehát lényeg az, hogy a tudaton múlik minden. Ha én a tudatomban kiegyensúlyozott vagyok, és meg vagyok alapozva, ugye jogasztakuru kármáni cselekedj a jogában megalapozva, akkor az én cselekvésem tökéletes lesz idővel, e felé tartok, tehát megvilágosodok. Ha nem a jogában megalapozva cselekszem, akkor az én cselekvésem nem lesz tökéletes, ergo szenvedni fogok. Tehát a javaslat, a jogában megalapozva cselekedjünk, világosodjunk meg, éljük át azt a teljességet, ami bennünk van, ami a mi lehetőségünk, és akkor boldogok leszünk. Az ájurvéda nagyon fontos. Az én mesterem Maharishi arról beszélt a 80-as években, hogy nekünk nyugati embereknek már olyan technikáink vannak, ugye a jóga mesterek, amiket elhoztak Indiából, amire sokkal előrébb kellene tartanunk. Tehát már meg kéne sok százezer vagy millió embernek világosodni. Ez még ilyen számban nem történt meg. Vannak nagyon sokan, akik megvilágosodtak, de valahogy még nem hoztuk azt, amit így reméltek tőlünk. Miért van ez? És azt mondta Maharishi, hogy azért van, mert a fiziológiánk romokban hever. Na most az ájurvéda egy csodálatos tudás ahhoz, hogy a fiziológiánkat tisztítsuk. Kiürítsük belőle a méreganyagokat. Ugye a méreganyagok az álmák. Az álma a gyűjtő neve annak, hogy toxikus, mérgező, permetszer, az ételeknek, a rosszul megemésztett ételeknek a bomlás termékei, a mindenféle benzin, kemikáliák, tusfürdő, stb. Lerakódások, amelyeket nem tudtunk kiüríteni magunkból. És nagyon érdekes, az álmák, azok nem csak a fiziológiai dolgokból keletkeznek bennünk, hanem a rossz, negatív, bántó és gonosz gondolatokból is, vagy fájdalmakból. Ugyanis én a tudatomnak a transformálásával testi szintre tudom lehozni a problémáimat. Tehát nagyon fontos az, hogy én a tudatomban, egyensúlyban, az állandó boldogság és kiegyensúlyozottság állapotában legyek. Ugye ez a jógasztakuru kármáni, cselekedj a jógában megalapozva. Ez az élet lényege, ez a legeslegfontosabb. Pár dolgot szeretnék arról mondani, hogy ez az évszak, ami most van, illetve hát ezek az évszakok, amelyek ugye így keringenek és cserélgetik egymást ugye a mi magyarországi éghajlatunkon belül, ezek milyen sajátosságokat hoznak, és hogyan tudjuk a természet hullámait úgy meglovagolni, hogy minél egészségesebbek, boldogabbak legyünk. Most, ugye amikor ez a hideg, szeles téli időszak van, mínuszfokok, szél, csontig hatoló hideg, ez a váta befolyása alatt áll. Ugye a váta az a szél, és az ételnek a minőségéből van, maga egy hűvös, könnyű, száraz, durva minőség. Na most, amikor a környezetben ez a minőség van, akkor, ugye ez egy ilyen novembertől mondjuk ilyen februárig, a tavaszig, akkor bennünk ez a minőség is rendkívüli módon felélénkül. Mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk problémáink vannak, idegesebbek vagyunk, fázunk, széklettel van probléma, beszáradás, keveset iszunk, aggodalmak gyötörnek minket. Tehát ez a váta minőség felerősödik bennünk. De nagyon érdekes, hogy mi ez ellen azért valahol belülről védekezünk is,
ugyanis elkezdünk több táplálékot kívánni, hogy növeljük a bennünk lévő tüzet, az agnit, hogy védekezzünk, belül növeljük a hőt, hogy ezt ellensúlyozni tudjuk. Na most ebben a váta évszakban rendkívül fontos az, hogy betartsuk a napirendet, a pontos napirendet. Azt, hogy időben menjünk el aludni, 9:30-10 óra felé, keljünk fel ugye korán, 6 óra előtt, nyugodt, kiegyensúlyozott életet éljünk, és a természet energiáit hasznosítva, ne pedig ez ellen dolgozva éljünk. Nagyon lényeges az, hogy az étkezésünk legyen meleg, leveses, lédús, soha ne hideg, nyers és száraz. Ugyanis ezek a minőségek, ez utóbbi minőségek a vátát nagyon megnövelik. Tehát mi bennünk még fokozzák ezeket a problémákat. Na most általában az ájurvédának a koncepciója az, hogy én ne nyers ételeket egyek, hanem enyhén megpárolt, olajon párolt, vízzel megpárolt ételeket, ugyanis ezekből én sokkal többet tudok hasznosítani, mint a nyers ételekből. Ugye ez ellentmond bizonyos szempontból, vagy talán nagyon is, azoknak a különféle vegetáriánus nézeteknek, amelyek azt mondják, hogy ugye a prána, az életenergia a nyers ételekben van benne. Ez igaz. Csak hogy 30-40 éves kor után az emberben azok az enzimek, amelyek képesek a nyers táplálékot feldolgozni, azok szinte már nem is termelődnek. Tehát lehetséges, hogy ez elvileg így van, hogyha én nyers ételeket fogyasztok, az jó, mert sok a prána benne, csak az a nagy probléma, hogy én ebből nem sokat tudok hasznosítani. Olyan, mintha hátam mögé haigálnám. Na most, sokkal értelmesebb dolog az, hogy egy picikét előkészítjük ezt a táplálékot, hogy könnyen tudjuk megemészteni. Tehát megpároljuk kicsi olajon, fűszerekkel, aztán kicsi vízzel megpárolgatjuk, olyan minőséget készítünk elő, hogy mi ezt könnyen be tudjuk építeni. Na most ez sokkal több pránát és életenergiát fog eredményezni, mint hogyha nyers dolgokat fogyasztok. Most ebben a váta időszakban ez kifejezetten nagyon fontos, hogy nagyon kevés nyers dolgot együnk. Próbáljuk meg azokat a dolgokat fogyasztani, amelyek itt vannak Magyarországon, tehát ilyen alma, mondjuk, hogyha gyümölcsről van szó, tehát ilyen citrusféléket, banánt, amit ugye nyersen szednek le, és hát annak az értéke, az abban lévő prána, az nagyon kevés, azt ne nagyon fogyasszunk. Nem tilos, semmi sem tilos. Tehát az ájurvéda nem mondja azt, hogy tilos, hanem mint egy jó anyuka megadja a kereteket a gyereknek, aztán néha kicsit ki lehet lengeni, persze megvan ennek a böjtje, ugye mindig, de azért nem mondja azt, hogy tilos. Inkább elveket adunk. Tehát mi azt mondjuk, hogy a meleg, leveses, édes, boldogító ételek azok, amelyek jó fiziológiát építenek nekünk, boldog testet, boldog tudatot. A maradék ételeket kerüljük. Ne főzzük meg egy hétre előre az ebédünket, és azt ne együk, mert az már tamasz minőség. Lehetőleg ne együnk sok mirelit dolgot, mert abban is nagyon sok kafa minőség található, ami ugye azt eredményezi, hogy elnehezedünk, túl sok kafa lesz belőlünk, nem tudjuk megemészteni, abból álma keletkezik, méreganyag. Tehát próbáljunk meg a piacról vásárolni zöldségeket, párolt zöldségeket, nagyon jó a fehér rizs, a baszmati rizs például, stabilizálja az embert ebben az időszakban, és nagyon magas a fehérje és tápanyag tartalma. Nagyon jók a különféle dálok például, ugye a dálok a hüvelyeseknek, illetve ugye a szárított hüvelyeseknek az összefoglaló neve, tehát ezek is nagyon jók, úgyhogy érdemes ezekkel is táplálkoznunk. Lehetőleg ne együnk nyerset, a kenyérrel is például tegyük azt, hogy egy nagyon picikét megmelegítjük. Ugye az ájurvéda azt mondja, hogy a kenyér az egy félig kész minőség. A külső része az kész van, de a belső része az nyers. Tehát egy picikét melegítsük meg, ne pirítsuk meg, mert ugye amikor már itt kopog a kenyér, akkor ugye száraz, durva minőséget képvisel, tehát váta minőség van benne, ami nem jó. Hanem egy kicsikét langyosítsuk meg, mint amikor friss a kenyér, és egy kicsi gít,
ugye a tisztított vajat, vagy a olívaolajat tegyünk rá pici fűszereket, és akkor így fogyasszuk. Tehát ez sokkal könnyebb, mint hogyha csak úgy megesszük, úgy olyan hidegen, nyersen. Jó, sokkal könnyebben emészthető. Nagyon fontos még, amiről szeretnék beszélni, hogy ugye óriási reklámja van Magyarországon is, meg az egész világon a különféle margarinoknak. Na most ezek mérgezőek. Ezeket néhány évtizeddel ezelőtt azért fejlesztették ki, mert a kacsákat akarták vele táplálni. Na most volt egy nagy gond, a kacsák nem ették meg a margarint. Ezért kitalálták, hogy odaadjuk az embereknek, ma azok szerencsétlen hülyék, úgyis mindent elhisznek, hogyha nagyon megreklámozzuk, meg megfűszerezzük, meg azt mondjuk, hogy szívbarát, ami egy hazugság, akkor majd megeszik. És sajnos megeszik. Tehát van egy nagyon részletes és több ezer főn elvégzett kísérlet, Amerikában végezték. Volt egy csoport, amely csak vajat evett, a másik rész margarin. Persze mást is ettek, de az egyik volt a vajevők, a másik a margarinevők. Sok éven keresztül vizsgálták őket, és képzeljétek el, hogy azok, akik margarint ettek, több évvel kevesebbet éltek. A margarin borzasztó rossz hatású, egy tulajdonképpen vegyi anyag, ugye hidrogénezik a növényi zsiradékot, ami ugye amúgy nem lenne rossz, csak mivel ugye szilárd formát akarnak belőle létrehozni, ezért telerakják különféle állományjavítókkal, sókkal, és a hidrogénezés folytán egy borzasztóan kedvezőtlen molekula lánc jön létre. És ezek az érfalakon mikrogyulladásokat hoznak létre, és úgynevezett transzsírokká alakulnak, amelyek hasonlóan viselkednek, mint hogyha zsírt ennénk. Lerakódnak az érfalakon, plakkokat képeznek, ugye ennek a végeredménye az agyi katasztrófa, agyvérzés, infarktus, trombózis, stb. Tehát egy borzasztó negatív és nagyon rossz dolog a margarin. Képzeljétek el, hogy még a patkányok sem eszik meg. És ez azért nem semmi, mert a patkány gyakorlatilag mindent megeszi, ami elé kerül. Na most a margarint nem eszi meg, mert tudja, hogy mérgező. Tehát mindenkit kérek, mondjátok el ismerőseiteknek, barátaitoknak, hogy ne egyetek margarint, és ők sem egyenek, és senki se egyen margarint, mert halálos méreg. Jó? A másik nagyon fontos dolog, ami megint egy ilyen parasztvakítás, az ásványvíz. Ugye ennek is hihetetlen nagy keletje van most már, jól megreklámozták és elhitették az emberekkel, hogy ez mennyire jó. Hát nem az. Az oldott ásványi anyagtartalom az ásványvízben katasztrofálisan magas. Az oldott ásványi anyagtartalom azt hiszem, hogy 60 mg per köbcentiméter alatt jó, 30 és 60 között. A csapvíz általában olyan 200 körül mozog, az ásványvizekben viszont, ugye a 60 helyett, az ásványvizekben viszont a 800 és az 1800 között mozog, rá van írva. Nyugodtan meg lehet nézni. Most az a nagy baj, hogy mi nem tudjuk csak a táplálékból felvenni az ásványi anyagokat. Amit vízből próbálunk meg felvenni, az nem sikerül. Hanem a vesénk állandóan szűri, olyan, mintha mindig sós vizet innánk. Ez nem jó, nagyon nem jó. És ugye olyan mennyiségben fogyasztanak az emberek ásványvizet, ami kifejezetten káros. Tehát több tonnányi sziklát szűrünk át így az életünk során, hát minek rakunk rá még néhány tonnányit? Nagyon nem jó. A legjobb a szűrt víz. Én nem vagyok semmilyen víztisztítónak az ügynöke, ezért nem is mondok neveket, de egy ilyen 20-30 ezer forinttól az 1 millió forintig nagyon sokfélét lehet keresni, interneten itt-ott-amott. Lényeg az, hogy a fordított ozmózis elve alapján, ami szűri a vizet, az nagyon jó, azt tudom ajánlani. Azok általában profi szerkezetek, és azok jó vizet állítanak elő. Na most, hogyha ugye mi ezt a rengeteg ásványi anyag tartalommal rendelkező vizet isszuk, akkor ennek a vége az, hogy tönkretesszük a szervezetünket. Tehát ezt szeretném, hogyha ha kerülné mindenki. Na most mondok még egy nagyon hatékony dolgot, amit ebben a téli évszakban, ebben a váta évszakban lehetne használni. Ezt úgy hívja az Ayurveda, hogy abhyanga. Ez az abhyanga, ez a szezámolajos masszázs. Ezt meg lehet saját magunknak csinálni, szezámolajat kell venni hozzá. A szezámolaj az egy nagyon magas minőségű, egy rendkívül csodálatos olaj ez. Meg kell érlelni, ami azt jelenti, hogy a szezámolajat el kell kezdeni melegíteni. Bele kell rakni pár csepp vizet,
És ezt a vizet azért kell beletenni, azért csak pár csepet, hogy amikor eléri a forráspontot ez az olaj, akkor ez kipattogzik belőle, tehát tudjuk, hogy megérett az olaj, felforraltuk. Nagyon figyelni kell, ott kell állni mellette, nem szabad ott hagyni, mert felgyullad az olaj. A szezám olajat meg lehet gyújtani, házat föl lehet gyújtani. Na, tehát amikor ez megérett, felforrósítottuk, akkor ezt a szezámolajat elzárjuk, visszahűtjük, és tárolhatjuk sokáig. Ennek az olajnak az a titka, hogy ebben a pitta minősége benne van, a tűznek a minősége. Tehát ez az olaj, ez rendkívüli képességekkel bír. Például ugye a mi bőrfelületünk egy hihetetlenül nagy, tisztító és lélegző felület. Én itt nagyon hatékonyan tudom magamat befolyásolni. A szezámolajos masszírozás például, akár másnak csináljuk, vagy saját magunknak, ezt az abjangát rendkívüli erővel tud engem méregteleníteni. Ezen kívül energetizál, növeli a növekedési hormonokat bennünk, mert felnőttekben is van ilyen, a nemi hormonoknak az aktivitását növeli, az immunrendszer erejét növeli. Tehát ez egy csodálatos, minden nap ezt el kellene végeznünk, tetőtől talpig jó bemasszírozzuk magunkat olajjal. Fejünkről kezdjük, fülünk, arcunk, nyakunk, akkor a végtagjaink kifelé el, a szívtől elfelé masszírozzuk, hosszanti egyenes mozgásokkal, az ízületeknél meg körkörösen, ez a titka. Jó meleg olajjal csináljuk ezt, tehát ezt a kicsi olajat egy ember körülbelül egy deci olaj, esetleg több is, ha nagyobb az az ember, akkor ezt megmelegítjük előtte egy edénybe, amiben mondjuk víz van, belerakom az én poharamat, amiben mondjuk egy deci olaj van, belerakom, és a víz segítségével felmelegítem. És jó melegen bemasszírozom magam, egy meleg helyiség van. Az ájurvédikus eljárás azt mondja, hogy legalább 25-26 fok legyen ebben a helyiségben, ahol én ezt a masszírozást végzem, mert ez az ideális. Egy 5-10 percet magamon hagyom ezt az olajat, és utána ezt le kell mosni. Ugyanis ezzel le tudom mosni magamról a szennyeződéseket. Nagyon mélyen behatol a bőrbe, és kiszedi onnan a méreganyagokat. A szezámolajra lehet gargalizálni is, be lehet dugni az órunkba, fel lehet itt szippantani, lehet öblögetni, a fogakat erősíti, sőt, nagyon érdekes módon a szezámolaj egy védő bevonatot, egy film bevonatot képez az orr és garatnyálka hátján. És a vírusoknak, baktériumoknak ez egy olyan közeg, amiben nem nagyon tudnak megcsimpaszkodni, tehát egy megelőzés terén egy csodálatos lehetőséget biztosít számunkra. És legnagyobb meglepetésemre néhány hónappal ezelőtt a ilyen október, azt hiszem november tájéken a rádióban egy orvosnő ugyanezt így elmondta, és azt mondta, hogy az ő véleménye szerint ez talán sokkal többet ér, mint bármilyen védőoltás. És hát mondtam, hogy magamban, hogy de jó, hogy már ezt így elmondják, és hát talán ez akkor így sok emberhez eljut ez az információ. Na most a szezámolajjal mindenkinek ajánlom ezt a masszírozást, főleg ebben a téli időszakban. Másik nagyon csodálatos ájurvédikus készítmény, ez a ghee, a tisztított vaj. Hogyha valaki nem ismeri, ez végül is annyi, hogy megtisztítjuk, elkezdjük melegíteni a vajat, akkor a tetején, ugye, ahogy melegítjük, egy ilyen fehér habszínű trutyi képződik, ezt kanállal lemerjük, ezt kidobjuk, egy kicsit még melegítjük, azt is ledobjuk, stb. Stb. Végül az eredmény egy tiszta vaj, ez a ghee. És ez csodálatosan mind a három dósának, a váta, pitta, kaffának nagyon jó, tisztítja a szervezetünket, életenergiát ad, szatvát ad. Ha már a szatvánál tartunk, mik azok a szatvikus ételek? Egyrészt a ghee, csodálatos, akkor a tej, amit az ájurvéda annak mond, de az se hidegen a hűtőből kivéve, hanem legjobb egy kicsikét fölforralni, megmelegíteni kurkumával, gyömbérrel, fahéjjal, egy picike nátszukorral összekeverni, esetleg egy picike ghee-t bele lehet rakni, és akkor ezt ilyen szépen melegen megiszogatni. Nagyon jó alvást ad, nagyon jó szövetépítő, a finom agyszövetet építi. Tehát ez egy nagyon hasznos és gyakorlati tanács, csökkenti a váta minőséget. Tehát ebben a téli időszakban ez egy rendkívül jó és hasznos szer, amit lehet alkalmazni. Nagyon sok szatva és boldogság van például a mazsolában is, meg a mézben. Tehát ezt is lehet. Jó, és...
Mondok még egy immunerősítő fűszerkeveréket is, amit nagyon kevés pénzből bárki bioboltban megvásárolható anyagokból ki tud keverni. Ez úgy néz ki, hogy 6 rész kurkuma, 3 rész őrölt kömény, ez rendes kömény, 3 rész őrölt koriander, 6 rész őrölt édeskömény, 1 rész gyömbérpor, 1 rész őrölt fekete bors, 1/4 rész fahéj, 1/4 rész üveglapon vagy egy kis tányérba összekeverjük, belerakjuk egy ilyen fűszerszóróba, és akkor ezt lehet bármibe belerakni, akár pirítós kenyérre, akár levesekbe, főzelékbe, rizshez hozzáadni, zöldségekhez, egy tányér, mindenhez jó tulajdonképpen. De van egy olyan felhasználása is, hogy egy evőkanál gível, hogyha 4 személyre számolom, 1 evőkanálnyit ebből a fűszerből összekeverek, és akkor a gín szépen ezt megkeverem, és amikor finom illata van, akkor lehet hozzárakni rizst vagy zöldségeket, és akkor ezt lehet bőven fogyasztani. Ez stimulálja az immunrendszerünket, erősíti az immunrendszerünket, és ugye, hogyha én ellenálló vagyok, akkor a betegség nem tud megtámadni. Ugye a Pasteurnek van egy nagyon jó világon elhíresült mondása, hogy a betegség semmi, a táptalaj minden. Tehát, hogyha én szennyezett vagyok, mérgezett vagyok, sok az álma bennem, akkor ugye a betegségek elérnek, megbetegítenek. Hogyha viszont erős vagyok, erős az immunrendszerem, egészséges vagyok, akkor a betegség nem tud engem megtámadni. Akkor, hogyha szeretne valaki esetleg kérdezni, akkor szívesen, ha tudok, akkor válaszolok. Most az a helyzet, hogy az orvostudomány szerint ugye ezzel nem lehet segíteni, mert hogy ugye az anyagcsere rossz, mondja ezt az orvostudomány. Az ájurvéda azt mondja, hogy 15-20%-ot a táplálkozással egyből lehet segíteni, és egy kicsit le kell fogyni. Tehát általában minél több a súlyfelesleg rajtunk, annál magasabb a koleszterin. Ha súlyt egy kicsit sikerül lenyomni, akkor jelentősen tud ez javulni. De alapvetően 80%-ban a máj problémája. Tehát a máj mérgezett, valamilyen baja van, vagy genetikailag, vagy pedig más okból nem jól működik. Tehát a májat kell tisztítani. Erre vannak ájurvédikus. Ja igen, és az agnit, az emésztőtüzet kell rendbe rakni. Így van, illetve mondok egy nagyon egyszerű dolgot még, ez az úgynevezett forralt víz ivókúra, amit 2 hétig szabad megcsinálni, de tovább nem, csak 2 hétig. Ez azt jelenti, hogy napi 2 liter forralt vizet meg kell iszogatnom, úgy óránként 1 decit. Ez úgy történik, hogy elkezdek forralni vizet, 10 percig bugyogtatom, aztán hagyom, hogy kicsit visszahűljön, de langyosan, illetve hát egy kicsit mondanám azt, hogy melegen kellene iszogatni. Ez úgy viselkedik a szervezetünkben, mint a száraz szivacs, amit belerakunk a trutyiba, felszívja a szemetet, az álmát, a méreganyagokat, és ezt ugye a vizelettel, széklettel szépen ki tudjuk üríteni. Azért nem tejákat viszünk be, mert ugye akkor be akarnánk vinni valamit, most meg a szemetet akarjuk eltávolítani a szervezetünkből. Tehát ezt érdemes megcsinálni, de maximum 2 hétig szabad csinálni, ekkora mennyiségben. Utána is szabad inni naponta 2 deci forralt vizet, mondjuk így, de többet nem, mert az már kiszedi az ásványi sókat is. Jó? Ám a probléma, tehát a máj is azért nehezedik el, azért van gond vele, mert túl sok az álma, túl sok a méreganyag. Ugye a máj az egy szűrő, ami telítődik, és ha telítődik, nem tudja ellátni a feladatát. Hát ez van. Igen, tehát az ájurvédikus megközelítés azt mondja, hogy valójában az első lépés mindig az, hogy meg kell tisztítani a szervezetet az álmától, a méreganyagoktól. Mert ugye ezek azok, amelyek különféle tüneteket okoznak. Valakinek a májával, valaki narancsbőr, valakinek elromlik a szeme, valakinek kiszárad a bőre, kihújik a haja, stb. Álma van, ez az oka. Illetve az agnit, az emésztőtüzet ideális állapotba kell hozni. Mert az agniből van 3 féle. Van az ideális agni, van egy olyan agni, ami gyengécske, nem jól működik, tompa.
Van egy olyan, ami hatalmas, mint egy óriási tüzet raknánk, meg akarok rajta egy pirítóst melegíteni, de közben elég a pirítósom, tehát nem jól működik. És van egy olyan is, aminek a hatásfoka nem jól működik, tehát látszólag van egy jó emésztő tüzem, de azon soha az életben nem fő meg az étel, mert nem jó a hatásfoka. Tehát ez a három eltévejedés van, és van egy jó agni, ez a száma agni, amikor tökéletesen működik. Na most ezt kell helyre rakni, ha jó az emésztésem, ezeket a méreganyagokat és betegségeket magától megszünteti a szervezetem. Ez a zseniális egyébként, hogy az én öngyógyító rendszerem az meg tudja tenni, hogy mit kell tenni. Tudom, mit kell tenni. Úgy belül, nem az agyammal, mert úgy nem. Tehát tudatosan nem tudok erre ráhatni, de a bennem lévő kreatív intelligencia az megteszi azt, amit kell. Megtisztulok. És hogyha megtisztul a fiziológiám, emelkedik fel a rezgés szintem, mondjuk így, emelkedik a tudatom. Tehát Mahesi Yogi azt mondta, hogy a test elme az olyan, mint két jó barát, hogy az egyiket tisztítom, húzom valamilyen irányba, menj vele a másik is. Tehát gyakorlatilag magasabb tudatállapotokat meg tudunk tapasztalni, hogyha a fiziológiánk jó állapotban van. Tehát ő ezért is forszírozta azt, hogy tisztítsuk és használjuk az ájurvédát, mert akkor boldogabbat, nagyobb boldogságot tudunk tapasztalni. Hát álma probléma, ez is minden. A koleszterin kifejezetten álma probléma, vannak genetikai dolgok is, de nem szabad mindent erre fogni. Tehát ez egy álma probléma, egy mérgezettség állapota, nem tudjuk, hogy miért. A mája besokalt. Ez a májon múlik a koleszterin, hogy jól működik, vagy nem működik-e jó. Ez így van. Meg kell tisztítani a fiziológiát, rendbe kell rakni, és ha jó a fiziológia, akkor rendbe rakja az egyensúlytalanságokat is. Hát az agni helyre rakással egyrészt ez a forralt vízkúra, ez tökéletes, akkor tartózkodjunk a romlott ételektől, penészes ételektől, húsételektől, tojástól, párolt zöldséget javasolok, olyan ételeket, amelyek szatvikusak, könnyen emészthetőek, fűszereket, a gyömbér, fahéj, kurkuma, ezek. De gyakorlatilag rendbe kell rakni magunkat, az emésztés tüzét és az álmát ki kell pucolni, és akkor utána a szervezet egy nagyot ugrik fölfelé. Sokkal jobban kezd el működni. Tehát van egy nagyon idióta vicc, ezt így el szoktam mondani mindig, hogy olyanok vagyunk, mint a viccben, hogy a nyuszika találkozik a medvekomával, és a medvekoma látja nyuszikát, hogy cipel a hátán egy vasúti sínt, és akkor kérdezi, hogy hát nyuszika, hát miért cipelsz a hátadon egy vasúti sínt? Hát azt mondja neki a nyuszika, hogy azért medvekoma, hogy gyorsabban tudjak futni. És akkor mondja neki a medvekoma, hogy hát te nyuszika, te hülye vagy, hát hogy tudnál gyorsabban futni, mikor a hátadon van egy vasúti sín? Hát nem így, mondja a nyuszika, hanem ha majd eldobom. Na most én is így vagyok vele, hogy nem tudok gyorsan futni ezekkel a sok-sok méreganyagokkal, meg mindennel, ami rajtam van, de ha majd eldobom, akkor nagyon gyorsan fogok futni. Tehát egészen fellélegzik az ember. Próbálja meg, tehát ezek a tisztító eljárások, ezek nagyon sokat jelentenek, tehát lelkiekben is. Jobban alszik az ember, finomabb dolgokat érzékel, az érzékszerve is finomodnak. Tehát valahol el kell kezdeni, vagy a jóga, vagy az ájurvéda, vagy a meditáció, valahol induljon el, és akkor megtalálja az utat. Jó? Hát az az igazság, hogy azt mondja az ájurvéda, hogy a legjobb tartósítási módszer az az aszalás, vagy a vermelés, aztán utána jön az, hogy befőzés, lekvár, és aztán a fagyasztás. És a konzerv az rossz, az nagyon rossz, a konzerv az kerülendő. Az a baj a fagyasztással, hogy a fagyasztás során a kafa minőség nagyon felszaporodik ebben az ételben, és elveszti az életenergiának, a pránának nagyon nagy részét. Na most, hogyha nagyon sok a kafa minőség bennem, hirtelen ugye megeszem egy ilyen ételt, akkor én ezt nem tudom megemészteni, és a túl sok kafából én álmát alakítok. Például ezért nagyon fontos az, jut eszembe, hogy nem szabad aludni délután felnőtt embernek, ugyanis az alvással, a délutáni alvással borzasztóan ugyanígy felszaporodik a kafa minőség. Tehát a kafa minőségből, mivel nem tudom ilyen mennyiségben megemészteni, ezért álma lesz belőle. A gyerek alhat, mert ő még kicsi, építi a testét, egész más kategória, de a felnőtt ne aludjon délután. Szóval csak ez a baj vele. Tehát ha néha eszel, semmi nem történik. Csak állandóan ne azt tegyél, hanem próbálj meg néha friss, keres magyar termelőt. Mindig van.
Mi is találtunk olyanokat, aki bio, noha nem minősített bio, de ő bion tartja, meg biodinamikusan, meg stb. Tehát mindig, ha akarsz, ha van a szívedben egy vágy, hogy szeretnél valamit, akkor úgyis a természet segít téged, hogy ezt megtaláld. Csak akarni kell. Ne a problémát nézd, hanem a megoldást. Tehát ugye, ha a problémát nézed, akkor azt a minőséget rezekteted, ami maga a probléma. Ha ezt lerakod, és keresed a megoldást, akkor bejön a megoldás. Végülis így a negativitással kapcsolatban így azt mondják tehát az Ájurvédának így a mesterei, hogy a negativitással szemben nem szabad harcolni. Mert ugye az, hogyha én harcolok a negativitás ellen, akkor erősítem azt valójában, ugyanis ennek a rezgését veszem át. Ha én viszont ugye a jóra helyezem a hangsúlyt, a szatvára, akkor a fénynek a minőségeit használom. Tehát nagyon fontos az egyébként, hogy ugye, hogyha ezt ki lehet ugye próbálni, ha én gyújtok egy gyertyát, és lekapcsolom a villanyt, akkor a sötétség nem fogja a gyertyát eloltani. Viszont én ezzel a kis gyertyával már mindjárt világosat tudok a sötétségbe csinálni, igaz? Tehát a fény mindig legyőzi a sötétet, ez a lényeg. Tisztított víz, az a legjobb, igen. Ilyenkor általában télen mindenképpen jó a teja, valamilyen teák, gyógyteák, ezeket variálgassuk, hogy ne, mert ugye ezekben is hatóanyagok vannak, tehát ne szokjunk valamihez hozzá, hanem egy-két hetente, vagy akár néhány naponta váltogassuk. Én azt gondolom, mondom, nem vagyok semmilyen víztisztító cégnek az ügynöke, de én a víztisztításban azt gondolom, hogy a fordított ozmózis elve alapján működő berendezések, azok kiszedik a nehéz fémeket, és azokat a nagyon durva, hát 70-80 féle nagyon durva anyag van a vizekben, meg lehet nézni interneten, nagyon sok tanulmány van fönn, hogy azt hiszem 21 félét tesztelnek, de azon kívül van még egy csomó, amit nem is tesztelnek, de benne van. Na most ezek a vizek kiszedik, tehát hogyha ittatok már ilyen vizeket, amelyek tisztítva vannak, az érezhető, hogy olyan lágyak, olyan finomak, tehát olyan élet van benne. A csapvíz az egy ilyen durva, olyan, mintha valami fémet innál. Egész más a minősége. Akkor hogy válaszoljak a hölgynek a kérdésére, jó? Azt kérdezte, hogy hallott erről, hogy amrit kalas, hogy ez mit jelent. Na, ez egy nagyon csodálatos ájurvédikus készítmény, egy gyógynövény készítmény. Azt jelenti szó szerint, hogy a halhatatlanság nektárja. Ez egy jól hangzó cucc, igaz? És ennek az a története, hogy néhány ezer évvel ezelőtt élt Indiában egy hatalmas nagy uralkodó, egy nagyon bölcs király, aki arra kérte az ő ájurvéda orvosait, hogy alkossanak meg a Himalája gyógynövényeiből egy olyan csodálatos készítményt, amely mind a három dósának, tehát a váta, pitta, kafának jó, emeli az emberben a boldogságot, a tudatszintjét, megnöveli az immunrendszerének erejét, egyáltalán egy komplex és mindenkinek adható csodaszert kért tőlük. Hát összeültek ezek a nagy tudósok, elmentek mindenfelé, összegyűjtötték a készítményeket, és ezeknek a finom rezgésű növényeknek a keveréke az amrit kalas. Na most ez az amrit kalas, ez két részből áll, van egy lekvár, egy ilyen nektár készítmény, és van egy tabletta formáció. Ezekkel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy ez a világ egyik legjobban kutatott, orvosilag legjobban vizsgált készítménye. Nagyon sikeres gyógyítások vannak a rák betegséggel is például. Patkányokon, embereken is vannak kísérletek, gyógyulások. Például csak néhányat mondok el, nagyon röviden. Patkányokat kezeltek rákkal, tehát megbetegítették őket, adtak nekik amritkalast, és az a kontrollcsoport, amelyik kapott amritkalast, olyan 70-80%-ba felépült a rákból. Aztán olyan is volt, hogy etették őket amritkalassal, és aztán nem tudták nagyon megbetegíteni őket rákkal, mert az amritkalas megvédte. Aztán az immunrendszernek az erejét fokozza, az allergiát például csökkenti, mert ugye az allergia az egy túlműködés. Na most az allergiát csökkentő kémiai szerek, azok ugye az immunrendszer ellenét is csökkentik, úgymond megnyugtatják az immunrendszert, viszont ez nem jó, mert így az ellenálló képességem is csökkent. Na most az amritkalas egy egyensúlyi állapotot állít be. Az a csodálatos vele, az amritkalassal kapcsolatban,
hogy például egy japán tudós, Dr. Niva, körülbelül 30 éven keresztül 500 különféle gyógykészítményt, aloe vera, ginkgo, biloba, mit tudom én, mindenféle ilyen felelhető ginzeng, ilyen dolgokat tesztel, és képzeljétek el, hogy ebből a nem tudom hány száz készítményből ő kihozta, hogy a legjobb és leghatékonyabb immunerősítő szer az amrit kalas. Most ez szerencsére már Magyarországon is kapható, immunrendszer erősítő csodálatos képességét most már egyre több ember élvezi, és a tudatszintet is emeli, tehát nagyobb boldogságot, nagyobb békességet, nagyobb szeretetet tapasztal az, aki ezt alkalmazza. Most félreértés ne essék, ez nem egy drog, tehát ez nem egy ilyen fűszerkeverék, amitől ilyen iszonyú jól érezzük magunkat, nem erről van szó. Tehát ezek az ájurvédikus készítmények, mindjárt mutatok akármelyiket, például van itt ez az EMMA 505, ez a trifala, ezek tulajdonképpen, ezek teljességek, nem gyógyszerek, hanem teljességek. Ugyanis bennünk is megvan a teljesség elvileg, csak gyakorlatilag nem mindig működik. Na most ezért vagyunk betegek. Most ezt a teljességet, hogy helyreállítsuk, kell egy olyan gyógynövény intelligencia, ami bennem ezt az elveszett egyensúlyt helyreállítja. Hogyan történik ez? A növényekben lévő információ, intelligencia teljes mértékben behelyettesíthető az emberi intelligenciába. Van átjárás a kettő között. Ezekben nincsen semmiféle állati, sem ásványi készítmény vagy alkotóelem, azért, mert azok lerakódásokat, toxikus dolgokat eredményezhetnek. Ezek színtiszta gyógynövényekből készülnek, és az az érdekes, hogy ezek úgy vannak összekombinálva, hogy semmiféle mellékhatást nem okoznak. Na most, ugye azok az ősi formulák, ugye az amritkalas is, vagy például a trifala, azoknak a védikus mestereknek a tudását hozta, akik még ugye a látóknak, a nagy risiknek az idejéből való. Tehát ők látták, tudták, érezték, hogy milyen gyógynövény mire való. Nem csak a tapasztalat, hanem a látás, a spirituális látás is ott volt, hogy tudták, hogy mire jó. Az amritkalasra visszatérve, a dr. Dvivedi, aki az egyik leghíresebb ájurvéda tudós, ő például ismeri, nem tudom másképp mondani, ismeri a gyógynövények nyelvét. Ő egyszerűen tudja, hogy mi mire jó. Akkor is, hogyha ő nem találkozott még soha azzal az adott gyógynövénye, képzeljétek el, hogy Dél-Amerikában volt egy nagy gyógynövényes konferencia sok-sok évvel ezelőtt, és Indiába elment Vivedi, és mondták neki ott, vagyis Dél-Amerikába elment, bocsánat, és mondta, hogy hozták neki a gyógynövényeket, hogy hát itt vannak ezek és ezek erre jók. És mondta, Vivedi megnézte, kezébe fogta, és elkezdte mondani, igen, és ez még erre, meg erre, meg erre, meg erre is jó. És teljesen mindenki el volt ájulva, és ő mondta, hogy ő érti a nyelvüket, egyszerűen neki szólnak a növények, és elmondják, hogy mire jó. Tehát ez fantasztikus. Ő volt az egyébként, akinél még egyedül megmaradt ez a formula. Az ő hagyománya, az ő mestere tudta ezt, hogy hogyan kell előállítani, és amikor a 80-as évek közepén Maharishi Mahesh Yogi összehívta ugye a nagy indiai ájurvéda orvosokat, hogy hozzák el az ájurvédának a tudását, és egyesítsék, ugye integrálják azt a sok-sok irányzatot, akkor őket kérdezte meg, hogy emlékeztek-e még erre a formulára, ami ugye a védikus iratokban ott van szerepel, tudtak róla elvileg, csak gyakorlatban már elveszett. És azt mondta Vivedi, hogy igen, itt van ez az Maharishi, itt van, és akkor mondta Maharishi, hogy rendben van, akkor csináljátok meg, és mondta Maharishi, hogy igen, mert ő ugye megvilágosodott, Maharishi, nagy risi, azt mondta, hogy igen, ez így tiszta, rendben van, ezt már ne tedd bele, ezt se tedd bele, mert ez már vadhajtás, ezt már ugye az évezredek során puszta jó szándékból belerakták, hogy még jobb legyen, de elrontották a hatásfokát, tehát tulajdonképpen újra visszaállították azt a formulát, ami sok ezer éve olyan tisztán megvolt. Tehát ez is most már itt van, Európai Unióban is bevizsgált, ISO minősítéssel rendelkezik, nálunk is kapható, bolti forgalomban nincs, csak ilyen terjesztők, mint mondjuk én, vagy akár kollégáimnál kapható. Lényeg az, hogy tulajdonképpen ez egy csodálatos aranyfényű ragyogást hoz az embernek az aurájába, és egy belső boldogságot hoz, de mondom, nem kémiai szer, hanem a bennünk lévő harmóniát állítja be a tökéletes egyensúly állapotába. És ha én a tökéletes egyensúly és
harmónia állapotában vagyok, akkor boldogan működök, jól működöm, ugye amit az elején mondtam, ójaszt termelek, boldogságot termelek, tehát egészséges vagyok. Ugye az egészség, a teljesség állapotában vagyok. Ez a lényeg. Nagyon fontos az, hogy a hagyományos gyógyszerek, ugye, azok hogyan működnek. Egy kémiai információt adnak nekem. Van egy vérnyomás csökkentő, van benne 10.000 molekula. Az a 10.000 molekula úgy működik, hogy abból 2.000 molekula leviszi a vérnyomásomat. De további 8.000 molekula mindenféle mellékhatásokat okoz. És ezért van az, hogy mondjuk egy ember 50-60-80 éves korára, kimikorra eléri azt, hogy már 15 féle gyógyszert szed, mert minden gyógyszerre, illetve annak mellékhatásaira kapott már újabb gyógyszereket. És van egy ismerősünk, egy orvos, akinek a férje patológus, és azt mondja, hogy amikor boncolják fel a hullákat, azt mondja, hogy az alkoholistáknak nincs olyan állapotban a májuk, mint azoknak, akik évtizedeken keresztül sok gyógyszert szednek. Tehát ne nagyon szedjetek gyógyszert, ne menjetek bele ebbe a zsákutcába, mert onnan kijönni nem nagyon lehet. Próbáljátok inkább gyógynövény kiegészítőket, ilyen teljességeket alkalmazni, és tisztuljatok meg, tisztító kúrák, meditáció, jóga segítségével, állítsátok helyre magatokban az egyensúlyt, mert akkor az az életnek az útja. Ez a kémiai gyógyszer dolog, ez nem vezet sehova, illetve az egyre nagyobb betegségbe vezet. Tehát ezt ne csináljátok. Nagyon fontos még egyébként, hogy például ennek a trifalának, ez az egyik leghíresebb és legrégibb ájurvédikus gyógyszer, nem gyógyszer, hanem ugye teljesség, háromféle dologból van amalaki, haritaki és a bibhitaki, és van benne egy kicsi rózsa, hogy megtízszerezze a hatását. Na most ez egészen a májat is tisztítja, tehát például, hogy kérdezted, hogy mi az, amit lehetne ajánlani, neked például a trifala nagyon jó lenne, mert az álmát kipucolja legtökéletesebben, leghatékonyabban. Na most ezeknél is az a helyzet, hogy ez a három gyógykészítmény úgy van összekombinálva, hogy egymás hatását nem csak kiegészíti, hanem fel is erősíti. Tehát ez egy kombináció. Tehát az, aki érzi azt, hogy milyen rezgés van egy készítményben, kezébe fogja, és azt mondja, hogy igen, ez maga az élet. Amrit kalas. A halhatatlanság nektárja. Szép neve van, és ez tényleg jó. Tehát ez egy nagyon jó készítmény. Ez megőrzi a jó egészséget, és a betegeknél meg helyreállítja az egészséget. Tehát tényleg egy nagyon jó szer. A hideget soha ne egyél és ne igyál, mert a hideg minőség az agnit eloltja, úgy, mintha a tábortüzet leöntöd egy vödör vízzel. Tehát az emésztő tüzet az kinyírja azonnal. Aztán mondjuk az, aki eszik tojást, tehát az például a tejet meg a tojást soha ne keverje össze, mert abból aztán tényleg egy álma képződik, egy táptalaj a kórokozóknak, ezt soha ilyet ne csináljunk. Aztán még nagyon fontos ugye a cukor, hogy a fehér cukrot egyáltalán ne használjatok, mert az tilos. Tehát az egy rettenetesen álmaképző valami, a csontokból kiszedi a kálciumot. Vannak természetgyógyászok, akik nemes egyszerűséggel csak fehér halálnak hívják a cukrot. Most az a helyzet, hogy a nátcukor viszont teljesen más minőséget képvisel, mert egy más növényből származik. A cukornád ráadásul ugye egészen mélyen lehatol a gyökere a földbe, és sok jó dolgot felszív. És mind a három dósának, válta, pitta, kafának jó a nátcukor. Jó? A barna cukor nem jó, mert az is... Az meg egy hatalmas nagy átverés. Elvileg jó lenne, csak az egy biokémiai termék, mert csinálnak ilyen molekulaláncokat, a világon annyi gyümölcscukor nincs, mint amennyit eladnak, és akkor ez egy ilyen méreganyag végül is. Nem jó. Nincs benne életenergia, nincs benne prána, tehát egy műanyagot eszel, úgy, mintha megennéd ezt a papírt. Nem jó. Az ilyen édesítőket is kerüljétek, mert ezek is műanyagok. Némelyik rákkeltő, nem is kicsit. Tehát ami jó, egyébként tényleg így van, a méz nagyon jó, nagyon szövetépítő, akkor jó a bioagave szirup, például rizszirup, juharszirup, stevia, meg a nyírfa cukor például, az is nagyon jó, így van. És a mézen lehet korlátlanul fogyasztani? Nem. Milyen meglepetés van, mert a gyerekem is korlátlanul, az unokáim. Ne. Tehát mondjuk egy-két kanálnyit oké, de kisgyereknek 2 éves kor alatt nem is szabad adni, mert kivonja a vizet. Tehát növeli nagyon erősen a vátát,
a száraz minőséget, azért, mert kivonja a vizet. Felnőttnek lehet több kanállal is akár naponta, de azért nyilván ésszel, tehát mondjuk ilyen 1-2 decinél többet azért, még a 2 deci is szerintem nagyon sok. Van, aki tényleg borzasztó mennyiséget megeszik, az nagyon sok, tehát növeli a váta minőséget, főleg ugye ebben a váta időszakban ez nem jó. Nagyon fontos egyébként, hogy az olívaolaj is nagyon jó minőségű, de nem szabad vele hevíteni, így van, mert egy instabil olaj, tehát az egyik része már megég, karcinogén molekulák lesznek benne, a másik része az még sehol nincs, tehát nem jó. A napraforgó az teljesen jó. Erre a célra, így van. Ezek nagyon szubjektívek. Tehát ezek az ilyen műtyűrök, meg kütyük, meg akármik, amik kijönnek, tehát ezek nagyon, nem tudom, tehát én azt mondom, hogy sok találat van, de valamit meg nem értenek, meg nem éreznek. Tehát igazából, tehát mi az ájurvédában azt mondjuk, hogy ilyen gépet, mint az emberi tudat, nem fognak egy hamar az emberek építeni. Tehát igazából, amit mi a púzus elemzéséből kihozunk, az tulajdonképpen a púzusban benne van kvantumfizikai szinten az egész emberről minden információ. Ezt mi megtanuljuk, hogyan kell érzékelni, hogyan kell elmondani azt, hogy mi van az emberben, milyen probléma. A púzus az úgy működik egyébként, a púzus elemzése, ugyanaz az analógia, mint a hologramnál. A hologramból kiveszel egy kicsi részt, a hologram az egésznek valamennyi információt tartalmazza. Most a púzusban is ugyanez benne van, hogy az élet hullámai, az élet áramlása, a teljes szervezet egészének információját tartalmazza. Így vagyunk felépítve, és ez egy csodálatos dolog, hogy az ősi risik erre rájöttek, hogy így valójában ki lehet információ szinten hozni olyan dolgokat is az emberből, olyan egyensúlytalanságot, olyan betegségeket, amelyek esetleg még nem is öltöttek testi szinten, de már ott vannak. Valahol a finom testben, valahol az aurában, valahol a gondolatokban, de még nem jelentek meg. Tehát ez hatalmas nagy lehetőség, ugye a védikus iratokban van, hogy előzzük meg a bajt, még mielőtt megjelenne. Ugye a Jyotishnak, a védikus asztrológiának is ez a lényege, hogy lássuk meg azt, hogy mi vár ránk. Akkor tudok cselekedni. Ha csak mindig rohanok a következmények után, akkor vereséget fogok szenvedni. De ha látom előre, hogy mit tehetek, akkor meg tudom őrizni az egyensúlyomat. Ezért nagyszerű a púzusnak a vizsgálata. És aki tudja, vagy aki már hallotta, részt vett rajta, látja, hogy tényleg fantasztikus dolgok vannak. Tehát olyan egyensúlytalanságok előjönnek, hogy az embereknek az álla leesik, hogy hát ezt én honnan tudom? Hát mondom, benne van a púzusodban. És csak még néhány szót arról, hogy igazából fantasztikus eredmények is vannak, tehát olyan emberek meggyógyulnak így az én praxisomban most így az elmúlt 1-2 évben, akikről tényleg így lemondtak az orvosok, vastagbélgyulladás, ki akarták venni a vastagbelét, szteroid már félig megvakult, és most szépen kezd fölépülni. Akkor van olyan, akinek volt egy hölgy, pecsételő vérzése volt, állandóan megvolt, nem tudott, egy autóárát elköltötte természetgyógyászokra és orvosokra, eredmény nulla, bekerült a pszichiátriára, mert agyára ment már ez a stressz. Szépen a pszichiáter felismerte, hogy nem elmebeteg, hanem mi a probléma, eljött hozzám, kb. 3-4 hónap múlva teljesen rendben van. Van ciklus, a normális életet él, olyan boldog, hogy nagyon. De neki is rendkívül sok álma volt a szervezetében, méreg volt a szervezetében. Az orvosok nem tudtak erről, hogy ez most mi is a baj. Mindenféle fogamzásgátlókat adtak neki jobbra-balra, próbálgatták, még jobban lemérgezték, még rosszabbul érezte magát, nem volt megoldás. Tehát ugye az orvostudomány harcol a betegségek ellen, ami bizonyos szempontból jó, mert mondjuk egy vakbélgyulladást homeopátiás eszközökkel mondjuk nem lehet gyorsan megoldani, kell a sebészet. Tehát nagyon jó, hogy van ilyen is. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy nem az orvostudomány ellen harcolunk, hanem segítjük az egészséget. Ők atomháborút vívnak a betegségek ellen, tegyék azt, nekik ez a dolguk. Mi segítjük az embert abban, hogy egészséges tudjon alapvetően maradni, illetve hogyha letért az egészség útjáról, akkor visszaterelgetjük őket oda. Az ájurvéda azt mondja, hogy nem túl jók ezek a böjtök, meg ezek a méregtelenítő kúrák, nagyon szélsőségesek. Tehát amikor így nem eszem, nem iszom, csak ilyen valami nagyon szélsőséges dolgot, ezek engem az alap egyensúly állapotából kimozdítanak.
Lehet, hogy tisztítanak rajtam valamit, de ilyet ne csináljunk. Vannak tisztító kúrák, ájurvédikusak, de azok nem kívánnak nélkülözést és szenvedést. Tehát azok inkább visszaállítanak engem az egyensúly állapotába, életenergiát adnak nekem, ezek a dolgok inkább elvesznek belőlem. És ha így fogyok mondjuk, aki fogyókúrának használja ezeket, ez a jojó hízás, tehát lefogyok 5 kg, de 6-ot visszaszedek, és így tovább. Tehát ezekkel gond van. Valójában egyszerűbb az, hogy beállunk egy egyensúlyi állapotra, az én testtípusomnak megfelelő ideális állapotba, és akkor azon élek. És akkor ez a lassú víz partot most elve alapján néhány hónap vagy egy-két év alatt én beállok egy olyan ritmusra, amin én tudom vezetni az életemet. Tudok egészséges maradni. Szervezetem tudja, mit kell csinálni. De most nyilván vannak bizonyos esetek, amikor olyan genetikai problémák vannak, hogy ez kevés. De itt is a tudat a lényeg, tehát bizonyos meditációkkal, bizonyos dolgokkal ezen is lehet finomítani. De nagyon fontos az, hogyha én elhiszem, hogy nekem milyen bajom van, és hogy én ezen nem tudok javítani, pedig nagyon akarok, akkor adtam magamnak ugye egy programot. Ha viszont azt mondom, hogy én bizony meg tudok gyógyulni, és sikerülni fog, akkor sikerülni fog. Mert ugye az van, amit én elhiszek. Lásd a Géger Ákos. Elhittem, hogy 7 hónapon van, 7 hónap után meghaltam, és végem, pedig közben meggyógyultam. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, és köszönöm szépen.